Hát a hangerő miatt nem biztos. Elég sok hangerőt elvisz majd. Hát sehogy se jó ez a küszöb itt. Kimutatóan hangzik, mert én is túllépem a 20 percet, de mégis azt kérem, hogy próbáljuk betartani az előadási időket, és majd így a 20 perc vége fele botorkálva, vagy így próbálom ilyen diplomatikusan figyelmeztetni az érintetteket, hogy be kellene fejezni. Tehát itt nyilván azért is, hogy legyen idő vitára, illetőleg, hogy a könyvbemutató beszélgetés se szenvedjen csúszást. És hát a mostani alkalomban alapvetően talán a stílus fogalma köré lehet rendezni a következő három előadást. Az első kettő az a képzőművészet, kortárs művészet sajátos mediális vetületeit vizsgálja talán összefüggésben a populáris kultúrával. A szigetvesztebb előadása pedig inkább az ilyen mindennapi megjelenésnek, a stílus, hétköznapi stílusnak különböző formáival fog foglalkozni. És akkor meg is kérem Dolubicki Attilát, hogy tartsa meg a... Köszönöm szépen! Az előadás címe a zenei, vizuál, látvány és identitás konstrukció. Jelen előadásban röviden igyekszem egy használható szempontrendszert felvázolni, mely keretben a zenei vizuál a VG jelenségkör értelmezhetővé válhat. E keretet egyfajta poststrukturalista médiaesztétika jellemzi majd, melyben felelhetőek a médiaarcheológia, a 60-as, 70-es évek társadalom és médiakritikájának egyes elemei, csak úgy, mint az új média elméletek kortárs irányzatai is. Vagy éppen a médiaantropológia, mely nem elsősorban média reprezentációs vonatkozásban, sokkal inkább médiahasználatként, egy sajátos praxisként jelenik majd meg. George Herbert Mead interpretációjában az egyének akkor és azért van identitása, ha és amennyiben képes tárgyát tenni magát és tudatosítani saját jelentését. Ebből a szempontból az identitásnak társadalmilag meghatározott struktúrája van, mely a társadalmi tapasztalatból, szimbolikusan közvetített interakciók folyamatából következik.
Niklas Luhmann a társadalom eme mechanizmusát önreferenciális, önépítő rendszerként írja le, ahol a szociológiai paradigmák kínálnak utakat más valóságdimenziók felé. Ez amely a motoféle lett volna, mely az identitás konstrukciók vizsgálatában elérhetővé teszi mind a történeti, mind a jelen tapasztalatainak különféle olvasatait. Kiinduló pontként tehát adott egy technikatörténeti médiaarchalógiai kontextus. A zenei látvány itt abban a hagyományban illeszkedik, mely tárgy és médiakultúrájának egyes elemei, mások mellett a laterna maguka, a fenakisztoszkóp, a sztereoszkóp, stb. Általánosabban fogalmazva a technikai képalkotás kultúrtörténete. Miként azt láttatni igyekszem, ez a történeti ív az 1700-as évektől a zenei látványvilág mai jelenségeit be nem záródóan tart, bővül. Megjegyzem, hogy jelen előadásban csak a 80-as évekig, a VJ személyiség megjelenéséig fogok felvillantani a jelenség történetéből néhány epizódot. Akkor lássuk. Ez, amit itt látunk, ugye jezsuita atya Louis Bertrand Castel alkotta meg egy úgynevezett csembaló a szemnek szerkezett működési elvét 1730 körül. Egy kb. 6 láb négyzet alakú keretet helyezett egy csembalóra, a keretbe 60 kis ablakot illesztett, mindegyik más-más színű üveggel. Mögöttük gyertyák, az üveg előtt kis függönyök találhatóak, vagy voltak találhatók. Ez itt Gottlob Krüger 1743-as metszete, ez pedig Guyó 1769-es metszete. A billentyű nyomására a függöny fellebben, s felvillant a megfelelő szín. A felvilágosodás társadalmát elkápráztatta és lenyűgözte ez a találmány, özönlött a párizsi közönség látni a szerkezetet működés közben. Olyan híre ment, hogy még a német zeneszerző Telemann is Franciaországba utazott, hogy láthassa. Ki is próbálhatta, majd írt egy könyvet róla. A második továbbfejlesztett 1754-es modell már tükröket, s mintegy 500 gyertyát s magában foglalt. Hogy elegendő fényt adjon, egyúttal egy nagyobb közönség igényeit szolgálhassa ki. Egyetlen hátránya, hogy meleg és büdös volt, nem beszélve arról, hogy a zene kárára vált a mechanikus szerkezetek pontatlansága és zaja. Az egyes billentyűkhöz különböző színeket kapcsoltak, most csak felsorolás szinten, lila, akát, karmazsin, vörös, narancssárga, aranysárga, sárga, olajzöld, tehát így a hangsor szerint zöld, halványkék, kék. Egy következő példa 1877-ből, ugye a teljesség igénye nélkül, csak egy-két eszköz a fejlődésből, Bainbridge Bishop színorgonája, hasonlóképpen az egyes billentyűköz más sorrendben, más és más színek kapcsolódtak. Ez már annyiban volt más, hogy vetítőfelületre tükrözte a színeket. A színek és hangok azonos gyökerét a Descartes-féle fényelméletből származtatták, ahogyan a fény és a szín észleletét a levegő állapotváltozásaiból vezették le, a levegő szemre gyakorolt nyomásaként. Hasonlóképpen, ahogy a hallás a levegő örvényeinek dobhártyára gyakorolt nyomása következtében jön létre. Ez a szemlélet kapott új lendületet Newton szín és fényelméletének megjelenését követően, mivel a színskálájáról közzétett diagramon a színek sávjaihoz zenei hangokat is rendelt. 1895-ből származik a következő eszköz, Alexandre Wallace Rymingtonnak a színorgonája, ez már elektromos fénnyel működött, de hasonlóképpen az egyes hangokhoz különböző színeket kapcsoltak. Magyar vonatkozású példa, Alexander László 1925-ös Kili koncertjéről készült a festmény. Egy másik példa, Mary Halko Greenwald, ő már 1906-ból a Sarabat nevű műszere. Ő már hang nélkül is koncertezett időzőjelben, csak fényjátékokat hozott létre. Elkészítette 1919-ben, bocsánat, csak ilyen kis képet találtam. Ugye ez már egy kisebb technika, amit háztartási dísztárként is lehetett ugye használni. A következő egy orosz származású fejlesztés, Vladimir Baranov Rosszin 1916-os oktofonik pianója. Ez már festett színes korongokkal működött,
hasonlóan Thomas Wilfred Clavilupszához 1919-ből. Ennek, ez egy később rekonstruált, esetleg a villant lehet, hogy érdemes lenne lekapcsolni. Később rekonstruált műszernek a képe, ez is színes korongokkal működött, ebből készült egy junior verzió, ez volt a neve, ugye ez egy kisebb. Hát említésképpen érdemes megemlékezni Frederick Kastner pirofonjáról, 1870-es évek elejéről, ez orgonacsövekből gázlángot lövelt ki, Scriabin kromolájáról az 1910-es évekből a Carnegie Hallban került bemutatásra, bár maga a bemutató hát egyfajta kudarcként volt értékelhető, nagyon kicsi kis ábrákat tudott kivetíteni, maga a műszer vált később fontos hivatkozássá. Cseh Zdeněk Pešánek volt még egy fejlesztő, érdekes módon ő geometrikus felületekre hozott létre különböző látvány elemeket. A Bauhausban is dolgoztak Ludwig Hirschfeld, Max Kurt Schwert, ők egy színes fényvetítőn, és nyújtottak itt utakat, ugye, vagy utat a kinetikus fényművészet irányába, lásd Noholy Nagy vagy Schöffer Miklós munkáit. Egy másik meglátásom, illetve nem túl triviális feltételezésem, és ezt jól alátámasztja többek közt a Peter Weibel, Gregor Jansen által szerkesztett Lichtkunst, az Kunstlicht című kiállítás és annak katalógusa, ahogyan a stiláris, konceptuális értelemben az abstrakt animáció a fényművészet, és közte a VJ jelenségkör egyik előképének tekinthető. Éppen úgy, ahogyan a média avantgárd a 60-as évektől az avantgárd filmet, a mozgóképes kísérleteket és az abstrakt animációt tekinti meghatározó előképének. Akkor lássunk ebből is egy párat. Például azt mondja, hogy Walter Ruttmannnak a Opus 4-e. Ez most megpróbálom újra beizzítani. Aha, ez van. Vagy ugye ez 1925-ös munka, akkor mondjuk 1926-ból Marcel Duchampnak a Anemic Cinemája, bocsánat, hangot azt lehet, hogy inkább majd csak halkan, vagy 1921-ből Viking Egeling munkája, vagy mondjuk akkor legyen még a Hans Richter Ritmus című munkája, szintén 1921-ből. Ha valakit érdekel még, akkor itt egy Moholy Nagyot is be tudok esetleg. Hát valamelyiket lecserélem, bocsásson meg. Ugye ez egy kinetikus munka volt, a fény-árnyék játékon alapuló egy ilyen kinetikus installáció. Oscar Fischinger lesz az, akinél a két út, a mechanikus képalkotó technológia és a grafikai animációs képalkotás találkozik majd 1955-ben. Ugye, akkor Fischinger is már a 20-as évektől készít animációkat, majd látjuk itt, ez egy 20-as évekbeli munkája, ez egy 30-as évekbeli munkája, és maga a Lumigráfnak a segítségével létrehozott animáció, akkor ezt ide teszem most, az, amit itt látni fogunk. A 40-es, 50-es években a Whitney testvérek, James és John Whitney az, aki hasonlóképpen az abstrakt animációval foglalkozott ugye a háború évei alatt, majd utána, vagy a korai abstrakcióból még érdemes esetleg Harry Smith-t megemlíteni. A 60-as, 70-es évekre lezárul, illetve megváltozik a mechanikus, az elektronikus fényt használó fejlesztések iránya, és az analóg elektronikus videószintetizátorok jelennek meg egy megújuló látványvilággal. A színusz hullám átalakítása, tranzisztoros manipulálása válik elsődleges felhasználói irányá. A mechanikus feltalálókat, az elektromérnökök, videomérnökök váltják fel. Ezek mögött, a fejlesztések mögött már komolyabb intézmények, olykor televíziós stúdiók, hangszer, tévé, videógyártó vállalatok álltak.
Stephen Beck direkt ványa, ami itt látható, 1973-ból. Erről van még másik képen is. Ez az a, ez a EMS Spectrum 1974-ből szerkezet. Ez pedig a Bukla cég fejlesztése 1973-ból egy komolyabb videószintetizátor. Tudok mutatni mozgóképeket is. Ez a Becknek a direktványa lesz itt. Akkor ez pedig a Bukla. Akkor. A 80-as évekre kommercializálódnak az eszközök, például az Ausztrál Fairlight Computer Video is megjelenik. Erről is tudok videót mutatni. Ezt mondjuk eltesszük ide. Vagy még egy videó. Ugye ezt már TV stúdiók használják, videostúdiók. És hát egyaránt használ analóg és digitális technológiát. Mint a Slav Manovic az Új média nyelve című tanulmányában a Photoshop, mint multifunkcionális képszerkesztő szoftver kapcsán kifejti, ebben a szoftverben az is megfigyelhető mások mellett, ahogyan több évszázadnyi képalkotói tudás is integrálódik egy-egy parancsorba, kattintásba, természetesen az újabbnál újabb filterek, effektek mellett. Ez a technikai determinizmus fogalomkörben azt is jelenti egyúttal, ahogyan a technika, technológia bizonyos alapstruktúrákat is meghatároz a technikai látvány vonatkozásában. Ilyennek lehet tekinteni alapszinten, többek közt is mások mellett, a színkeverések elveit, az optikai tükrözési elveket, a gerjesztett fény tulajdonságait és egyéb fizikai tulajdonságait. A következő kép, amit szeretnék megmutatni. Aha. Ugye lehet, hogy sokaknak ismerős. Ez a Sony Portapak videokamerája 1965-ből. Erről azt kell tudni, ugye, hogy Namjoon Paik ebből egy prototípust kapott már igen korán, és hát ezt használhatta, és használta is képzőművészként. Zene és képzőművészként, ugye. Pike munkája azért is figyelemre méltó, mivel ő már hasonlóan mondjuk a pop art alkotói gyakorlatához, a populáris kultúra elemeit, szimbolikáját használja fel. Namjoon Paik Suja Abe videómérnökkel alkotta meg ezt a videószintetizátort. Maga a videó ugye a szinkronitásban hoz egy új volument, annyiban, hogy azonnal visszanézhető, bárki számára szinte elérhetővé válik az eszköz. A következő munka Pike-nak a Beatles elektronikja 1966-69-ből. Ugye ezen nagyon jól megfigyelhető, ahogyan különböző filmes elemeket feldolgoznak. Manovic egy másik fogalmát is érdemes itt segítségül hívni, mégpedig lenne az Új média öt alapelve közül a modularitást. Ennek lényege röviden túl azon, ahogyan mondjuk a felülírja a transzaktív kommunikációs modellt ennek segítségével, tehát ennek a lényege ugye az elemekre bonthatóság lenne. Kommunikáció elméleti vonatkozásban egyszerre lehet bárki adó, feladó, stb. Saját maga hozza létre, válogatja ki a számára használatos elemeket, ahol az alkotói folyamatban ugye a zenei, illetve a mozgóképes egység, a loop válik egyik központi fogalommá. Filmes irányban érdemes megemlíteni, hogy ekkor tehát alakul ki a slash film, vagy a slash fiction műfaj, mely népszerű sorozatok egyes elemének kiválogatásával, felhasználásával hoz létre új munkákat, remixeket. Igen. Tehát a technológia alkalmazási területei egyértelműen a látványipar irányába mozdulnak el, egyfelől önálló műfajjá válik, videó és média művészet, lásd, illetve hát a popkultúra megnyilvánulási területei lesznek, a koncertek, a színpadképek, díszletek, amelyeknek ugye az Alexander László volt egy előképe.
Gideborda 60-as években a látvány fogalmát az emberek közti társadalmi viszonyként értelmezi. Nézem az időt, még 5 perc, szuper. A 60-as évek társadalmi folyamataiban hatványozottabb szerep jut a különféle látványkonstrukcióknak, mivel ezek képesek kapcsolatot teremteni az egyének és a különböző társadalmi csoportok között. Azt mondja, hogy egy következő képsorozat, hogy ez a Joshua Light Show nevű projekt, nagyon reprezentatív a névsor, hogy milyen koncertek háttérképeit, háttérvetítéseit hozták létre. Ez a folyatott technológia, ugye más területekre is kalandoznak, adott esetben nagyon jó ilyen retro 60-as évek vége, 69-es felvétel, preparált diavetítők, előtte nagy színes tárcsák, sajnos nem túl jó a, tehát le kellene kapcsolni a fényt ahhoz, hogy a hátsó kép részletek is látszódjanak. Erről is tudok videót mutatni. Azt mondja, hogy... Hát ugye ez a pszichodelikus látványélmény. A közvetlen élmények helyett a reprezentáció válik elsődleges tapasztalattá, és a látvány válik a valóság megtapasztalásának terepévé, mondhatnánk. Baudrillard kapcsolatot, mármint a valóság és a reprezentáció kapcsolatát így jellemzi a kép és a látvány egyes fázisaiként. Az első esetben a kép jó megjelenítés, mondja, az ábrázolás a szentség szintjén helyezkedik el, egy mély realitás visszatükröződése. A másodikban a rontás szintjén a gonosz jelenik meg, mondja Baudrillard, mely elleplezi és eltorzítja a valóságot. A harmadikban a varázslat szintjén eljátsza a megjelenítést, ám valójában elleplezi a valóság hiányát. A negyedik szint a szimuláció szintje, nem a megjelenítési, a kép önmaga tiszta szimulákrumává válik. Azt gondolom, hogy Baudrillard szimulákrum esztétikája jól jellemzi a zenei vizuál képi abstrakciójának szintjeit. A valósághoz való viszony, a mű kapcsolata a művön kívüli világgal nem írható le a reprezentáció hagyományos fogalmaival. Mégis a látvány kapcsolata a társadalom behatárolható mechanizmusaival, önreferenciális folyamataival megfoghatóvá teszi az egyes látványkonstrukciók identitás aspektusait. A VJ, mint szubjektum, New York undergroundjában nyeri el identitását, amikor is 1980-ban Meryl Aldighieri a Hurrah Clubban nevezi magát elsőként így, mint látványszervezőt. Olyan zenekarok színpadképét formálta, ugye több ezerből körül, vagy több százból, mint többek közt a Bauhaus, a Psychedelic First, Alan Vega, a Rats DC, a Snakefinger, és bár Aldighierit a színpadi látvány egészen foglalkoztatja, a VJ mint fogalom innen származtatható. Végre értem. Köszönjük a mai kortárs kultúrmediális törekvésekért, arról is érthető előadást, illetőleg hát ugye azt lehet tudni, hogy ezekben a vizualitást és hangot egyesítő törekvésekben a tipográfiai ember városodott kiterési lehetőségeinek ugye a újrateremtését, kibővítését is ünneplik nagyon gyakran, ami akár a parti kultúrában, akár a rockzenei kultúrában is hát meghatározó szerepet játszik. Tehát ezzel nagyon sokféle irányból lehet kérdéseket föltenni majd az Attilának. Akkor megkérem következő előadónkat, Gaborják Ádámot, a Szegedi Egyetem munkatársa, hogy tartsa meg Postmodern Média Show a Process testábrázolás ikonográfiája, Marilyn Manson és Lady Gaga videóklipjeiben című előadását. Köszönöm szépen. Egy pillanat, és
azt hiszem, így is látható majd a képeim. Szóval picit eltértem azért a kezdeti kiindulási pontomtól. Részben azért, mert hogy kicsit sok lett az anyag, úgyhogy próbáltam máshogy rendszerezni a dolgokat. Természetesen Lady Gagáról és Marilyn Mansonról lesz szó. Úgyhogy nem árulok zsákbamacskát. Hoztam egy mottót is magammal, ami így hangzik, hogy This is the manifesto of Mother Monster. A szerzője pedig Lady Gaga. És akkor, ugye kiindulási pontnak pedig éppen a Lady Gaga 2009-ben megjelent The Fame Monsters című dupla lemezének címét választottam. A cím egyfelől érthető ugyanis szó szerint, azaz, hogy híres szörnyek. Ugyanakkor pedig metaforikusan értelmezze a szerkezetet, az a hírességeket a szörnyekkel azonosítja. Szóval akár így értjük, akár úgy, ennek kapcsán fogom majd arra keresni a választ, hogy mit is keres egymás mellett ez az első látásra egymásnak ellentmondó, egymástól távolinak tűnő két kulturális kategória, a híresség, vagy a sztár és a szörny. Mit keres tehát a csizma az asztalon? Azaz, hogyan tudjuk értelmezni például a tolószékes sztár megjelenését a paparazziban, vagy a Bad Romance futurisztikus szörnytáncosai, melyek feltűnően a groteszk esztétikumának csillagzata alatt jöttek létre, és feltűnően el akarnak valamit mondani a test, a nemiség és a szexualitás kulturális megjelenítésének kereteiről. Hipotéziseim szerint ezek a videoklipek reprezentációs rendszerükkel visszanyúlnak egészen 18-19. Században divatos, a testi rendellenességekkel bíró embereket látványosságként bemutató úgynevezett freak show koreográfiájaig, melynek egyébként egyik, tehát az első kép is innen való. Tehát elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy milyen stratégiákon keresztül elevenítik fel ezt a kulturális diskurzust az identitás megalkotásának érdekében, és hogyan hozzák létre a videoklipet, mint postmodern média freak show. Előtte azonban pár szót szólnék még a test és a sztárság kapcsolatáról. Aztán a bevezető gondolataimból is, kérdésfeltevéseimből is kiderült, hogy megközelítéseim a kritikai kultúrakutatás, illetve a sztárelméletek azon ágához kapcsolódnak, melyek a sztárra, mint társadalmi kulturális szövegre vagy konstrukcióra tekintenek. Azaz ezek az elméletek, hogy a sztárra nem mint szubjektumra, sokkal inkább mint diskurzusra tekintenek. Anélkül, hogy most így részletezném ezeket az elméleteket, kiváló összefoglalásot lehet olvasni például a Munkveronika Gulláván, egy felföldi barmás médiakutatóban megjelent cikkeiben, úgyhogy ezt most így nem alapoznám magamat még tovább. De, ugye, mi is az a posztmodern? A posztmodern nem más, mint a fragmentált hálózati struktúrák, a valóságot nem leképező, hanem megkonstruáló médiapolitika, a szimuláció és a hiperrealitás, valamint a genderbenderek és a reklámidentitások kora. Csak is ebben a térben jöhettek létre ugyanis olyan sztáridentitások, mint például Michael Jackson vagy Madonna, csak hogy két emblematikus figuráját említsen meg a 80-as évek megváltozott zenei közegének. Ezek olyan sztárrendszerek, melyek a maguk korában talán a korábbinál talán jóval önreflexívebb és a reprezentációkat tudatosabb használatát mutatják. Ugyanakkor éppen a posztmodern médiának köszönhető az a felismerés is, hogy a sztár mint kép egyik kitüntetett reprezentációs pontja a materiális test. Ahogy Baudrillard nem túl kíméletesen fogalmaz, idézem, valamennyien mutánsok, transzfesziták, genetikailag barokkos lények, akiknek az erotikus megjelenése leplezi meghatározhatatlan nemi holtartozásukat. Idézet vége. Ezek tehát mind olyan elemek, melyek maguk után vonták a biológiai és a társadalmi nem, valamint a természetes test korábbi masszív ideológiáinak újragondolását, dekonstruálását. A sztárdiskurzusok egyik központi alakzata tehát a test, és így a sztárdiskurzusok az egyik legmeghatározóbb a fogyasztói kultúra testet és a szexualitást tematizáló beszédmódjainak. A sztárok testéről folytatott beszédmódok egyszerre eszményítik a testet, ugyanakkor a testi, illetve szexuális határok kitapogatásának is kiváló terepe,
hiszen lehetőséget biztosítanak a testtel kapcsolatos ideológiák, tudások, ismeretanyagok kitárgyalására, illetve kibeszélésére. A posztmodern látványtársadalma, következésképp az újfajta videóesztétikák is, voltak éppen tökéletes táptalajra találhattak a freak show világában, hiszen ugyanazokból az ismeretelméleti ideológiai bukfencekből indulnak ki. Ugyanis ezekben a produkcióban hasonlóan a látás, a kukkolás, a néző és a nézett teste közti differencia, valamint a teatralitás és a performativitás volt a leghangsúlyosabb. Ha egy-két képet mutatnék, ugye, hogy milyen ezek kulturális ritusoknak nevezhetőek, itt egy-két csoportkép a különböző korszakokból, és ugye olyan ismert figurák jelentek itt meg, mint a Siamese cat, a törpe, a háromkezű ember, szakállas nő, itt a tetovált emberek, látható, hogy a kövérnő is egy ilyen volt, illetve ugye itt a képen látható, hogy a maguk a etnikai mások is megjelentek, ugye itt például az ausztrálok. Ugye itt egyik közismert alakja ezeknek a showknak. Szóval a freak show egyik legjelentősebb kutatója, Rosemary Garland Thompson, arra mutat rá, hogy a másság, mint látványosság mennyire beágyazódik az európai kultúrtörténetbe, és arra is, hogy a szörny, a monstrum már etimológiájában milyen mélyen benne rejlik az értelmezéssel, performativitással, előadással való kapcsolat. Ugye a latin monstra ugyanis jelet, tünetet is jelent, tehát, hogy, és többek között azt is, hogy valamilyen jelet vagy tünetet adni. Ahogy az olyan mai napig használatos szavakban is láthatjuk, mint a demonstrál, megmutat valamit. A jelek, mint mindannyian tudjuk, pedig mindig értelmezésre szorulnak. Éppen ezért mondja azt, hogy a freak show elsősorban olyan kulturális performanszoknak tekinthető, melyek során megalkották a testi másságra vonatkozó szabályokat, kategóriákat, valamint megerősítették a normatív testekre vonatkozó társadalmi ideológiai határokat. Idéznek egyet, a freak showban a kiállított test félkövérrel szedett szöveggé válik, amit a nézők szükségleteinek és vágyainak megfelelően kell kibetűzni. Idézet vége. Sajnos a jelen előadásomban nincs mondom arra, hogy teljes egészében körbejárjam ezt a témát, úgyhogy a továbbiakban néhány számomra fontosnak bizonyult alkotó munkásságát emelném ki, hogy ugye ezeken keresztül felvázoljam ezt a problémát. Következő. Ugye. Népszerű szörnyek, szörnyszerű sztár. Nyilván nem Lady Gaga az egyetlen, aki ugye a sztár és szörny metaforikáját felhasználta a sztár identitás megkonstruálásához. Ugye a teljesség igénye nélkül említsük meg először például a Lady Gaga által is nagyra tartott David Bowie munkásságát. Az ezer arcú Bowie-nak sokféle korszakáról lehetne sok mindent mondani. Ugye Bowie teátrális performanszai a pop arttal való kapcsolata, androgyn nem játékai, talán jobban ismertek ebben a diskurzusban, így talán nem részletezném túlságosan. Ugyanakkor tovább lépve meg kell említenem egy másik, hogyha valakinek nem ismeri, ugye a sötétben nem lehet látni a fehér arcáról, talán azért föl lehet ismerni, ugye, hogy a megboldogult Michael Jacksonról lenne szó, akit csak magányos mutánsként emlegetett Baudrillard is. Ugye a Jackson egyik legnagyobb slágere a Leave Me Alone 1989-es videó klipjét hoznám itt fel példának. A szám már önmagában is rendkívül érdekes kommunikáció elméleti szempontból, hiszen bár első hallásra egy lírai szerelmes számnak hangzik, a videóklippel együtt már világos, hogy ez egy igen komoly identitás reprezentáció a bulvár média felé, mely jól rámutat arra, hogyan lehet a szórakoztatás eszközeit identitás politikai célokra felhasználni. A videóklip teremtette mesevilágban, mely a vidámparki cirkusz metaforáját veszi kölcsön a sztárrendszer illusztrálására, van egy olyan jelenet, mikor váratlanul egy egészen különös cirkuszi világba kerülünk,
ahol erőemberek, sziámi kosok és tigrisek, valamint Jackson látható, aki a koreográfia szerint Joseph elefántember Merrick csontvázának stilizált változatával táncol. Innen van a kép. Merrick, ugye az 1860-ban született Merrick egy gyerekkorban kialakult testi deformáció következtében lett a társadalom számkivetetje, és a század elő egyik legismertebb vásár és szenzációja. Közismert, hogy Michael Jackson megpróbálta volna felvásárolni a csontokat, mondván szimpatizál vele. Jackson ugyanakkor a klipben nem csak közösséget vállal, hanem expressis verbis önmagát is úgy jeleníti meg, mint aki a testi másságán keresztül marginalizálódik a médiában. Talán ez az a reflektáltság, amit Baudrillard egyébként kifelejt a rendszeréből. Ez a párjelenet több szempontból is lényeges. Egyrészt míg kívülről transzhumán identitás konstrukcióként értelmezik a Jackson jelenséget, addig a jacksoni önreprezentációi intenciója szerint a média maga a free show logikáján alapszik, ami megalkotja a magával szembeni másságot, hogy utána kivethesse magából és vagy rávetíthesse vágyai vagy félelmei. A freak média show tehát vagy objektál, kivet mindent, ami nem más, nem normatív, vagy pedig egzotikussá alakítja azt, de mindenképpen marginalizálja. Ez pedig elvezet bennünket a 18. századi vásári mulatságok, majd a cirkuszok alkalmával bemutatott freak show világába. Ugye sajátos módon dolgozza tovább ezt a vonalat, az ellentmondásokat már a nevében is hordozó Marilyn Manson, aki Bowiehoz hasonlóan szinte lemezről lemezre újabb és újabb identitás szerepekkel konstruál magának. Manson esetében, mint azt a névadók nevének kettősége mutatja, a kardinális kérdés a sztár kulturális funkciója a 20.-21. század társadalmában, melynek egyik illusztris példája a sztárgyár előtt tisztelgő 2000-es Hollywood című lemeze. Manson esetében egyébként már a vizuálisan erősen Bowie homásnak tekinthető 1998-as Mechanical Animals című lemeze kapcsán is született egy igen alapos és meggyőző szubjektum és testelméleti szempontokat mozgató elemzés Kim Taffaletti tollából. A szerző a posztumán szörnye Marilyn Manson törlése című tanulmányában az album borítóját elemezve azt vizsgálja, hogy miként szerveződnek és dekonstruálódnak az olyan opozíciós párok, mint emberi, állati, mechanikus, organikus, férfi, nő, szubjektum és objektum, stb. Taffaletti szerint Manson, idézem, a másik, mint szörny megjelenítésének klasszikus ikonográfiáját keresztezi, és ötvezi a kortárs technokultúra műalkotásaival. Idézet vége, továbbá megállapítja, hogy, ismét egy idézet, Manson és a többi hasonló posztumán figura teratológia kibernetikus korához tartoznak, a technohumán tibizált hibridjei, digitális mutánsai és genetikailag módosított szörnyei a populáris kultúrának. Idézet vége. Ugyanakkor ezek után némileg más irányt vesz Manson, és a cyberpunk futurisztikus utópiái helyett a múlt és a jelen felé fordul. Így fedezi fel magának a 2003-as The Golden Age of Grotesque című albuma kapcsán a 30-as években virágkorát élő és a náci kultúrát, a német elfajzott művészet ikonográfiáját, melyet többek közt ugye Mel Gordon ugye a Berlin erotikus világával foglalkozó könyvében fedez fel magának. Ugye Michael Jacksonnal ellentétben Manson nem azt állítja, hogy így látja őt a média, nem is kesereg ezen, hanem elébe megy és vállaltan önmagát teszi meg a par excellence ezredfordulós monstrumá, és ezen esztétikai ideológia jegyében rendezi be saját színházi világát. Manson alapján azt kell mondanunk, hogy a jelenkorban a sztár nem is lehet igazán más, csak is ezekben a szélsőséges pozíciókban jelenhet meg. A groteszk esztétikai hagyományaiból származnak a Golden Age dalszövege és kapcsolódó videóklipje is. Ezek közé is a számomra legmeghatározóbb a lemez egyik ismert sláger, a Mopsen, mely már címében utal erre az esztétikai hagyományra. Manson azt mutatja meg, ami obszcén, azaz nem való a cím, a színpadra tiltott. Mint ezt a videókép háttérében villogó feliratból kiderül, ugye ez egyszer a Moulin Rouge kezdőbetűjét is magába játszatja, és ugye ezzel együtt utal a
az egész színházi világ a varietének a világára. Ugye, úgy gondolom, Manzon többi videóklipjéhez hasonlóan a különböző művészeti és popkulturális utalások következtében a MAPSZ-szín is egy többszörösen rétegezett jelentés réteget dolgoz ki. A videoklip nagy részét a színházi kabaré világ és a dekadencia motivumai felhasználva a színházi kabaré világ és a dekadencia motivumait használja a vizuális kontextusnak, mint a századfordulós polgári társadalom és a náci elitizmus meghatározó önreprezentációs formája. Ebbe illeszkednek a 19.-20. századi amerikai freak show klasszikus szereplői. Rögtön a nyitányban és a zárlatban felbukkanak a cirkuszi figurák, ugye gólyalábas figura, elefánt, stb. Mint ha be, majd kilépnénk ebből a világból, amit már az is hangsúlyoz, hogy a klip zárt színpadi térben játszódik. Majd a freak show olyan ismert, vagy kitalált figurái kerülnek elő, mint a Siami ikrek, a kövérnő. Továbbá Manzon többször is úgy bukkan fel, mint a show konferenciája. Ezzel sajátos módon egymásban folynak a különböző diskurzusok, és ezzel rávilágít arra, hogy a variáti önfeles showvilág és a freak show exotikus világa ugyanarról a talajról nőtték ki magukat, hiszen a variáték fejebb nézőközönségének a szórakoztatására felépő fekete zenészek és táncosok ugyanúgy a másság exotikumán alapultak. És akkor Lady Gaga. Lady Gaga eddigi munkásságában jóval rétegzettebben jelenik meg ez a problémakör. Fontos megjegyezni, hogy esetében a látványjelenében nem egyszerűen utal ezekre a diskurzusokra, hanem a divat és a stílus elemeinek felhasználásával új posztmodern köntösbe is ülteti ezeket. Ez az ikonográfia szorosan összetartozik a nőiség, a női identitás reprezentációs problémáival, valamint a többnyire maszkulinnak tétezett látás kérdéseivel, azaz, hogy a néző és a nézett, a látvány mindig nemileg és ideológiailag terhelt viszonyrendszere, ezeket csak konfliktusosan lehet megjeleníteni. Lady Gaga esetében tehát nem csak a sztár, hanem a női test, mint exotikus monstrum jelenik meg. Számos példát lehetne felhozni az eddigi munkásságából, ezt szokták a leggyakrabban említeni, hogy amikor gyakorlatilag nyers hússal fedi be a mesztelen testét. Én viszont hoznék egy másik példát, ugye ezt a magyarra fordítva a Telefon című számának a videóklipjében, ugye amit a Beyoncé-vel közösen adnak elő. Ugye ez a videóklip egy egyértelműen olyan harcosabb női szubjektum pozíciókat képviselő filmekre is utal, mint a Thelma és Louise vagy a Kill Bill. Ugye ennek a videóklipnek több jelenete is egy börtönben látható. És ezekben a jelenetekben több olyan snit is akad, mikor Lady Gaga különböző erotikus pózokban egy sárga szalagokkal körbefont miniben énekel. A női test tehát első ránézésre felkínálódik a férfi tekintet számára, ám a testen olyan jelek, üzenetek láthatók, hogy ez a tipikus rendőrségi szalag, ugye ez a Crime Investigation Do Not Cross, olvashatók, mely egyértelműen tekintet tiltására vonatkoznak, úgy lehet, többféleképpen lehet értelmezni. Egy, a területre való behatolás és így a szemlélődés tiltása. Kettő, a női test ideológiailag őrzött terület, kontrollált, fegyelmezett. Következésképp három, a női test bűntényáldozata is egyben. Nyilván nem véletlen, hogy a férfiak jó része bosszúból porul is jár a videóklip végére. Ugye Gaga és Beyoncé, mint jó Thelma és Louise megbüntetik az erőszakoskodó férfiakat. A futurisztikus elemeket használó Bad Romance videóklip első beállításra már határozottan emlékeztet a freak show és a cirkuszokon készült csoportképekre. Ugye ezek után koporsószerű hibernáló gépekből kiemelkedő szörnyszerű táncosokat láthatunk, akik kiválóan illeszkednek az Alien sorozatokat idéző nyitó jelenetre. A klipben mindvégig fontosabb szerepet kap a néző és a látvány viszonyrendszere, valamint a térbeállítás. Kezdetben ugye a klip főhelyszíne egy terem, egy fürdőszoba, tehát egy hangsúlyosan intim, personális tér, és ennek megfelelően egy fürdőkád áll a színpad közepén, az ártatlannak stilizált Lady Gaga innen énekel.
majd ezek után a történet, ugye a videoklip története szerint elrabolják az énekest, a tér pedig megduplázódik, színpadszerűvé, azaz nézők rész színpadi térre oszlik. A nézők mind férfiak, ráadásul ugye körbeülnek, mint egy királyi trónus lenne, tehát ez egy ilyen hierarchikus szerveződést is mutat. Ja, a néző pedig azonosítva van, is, azonosítva van ezzel a pozícióval, amikor a férfiak vála felett tekint be a térre. Szerintem pillanatokon belül. Ugye a férfi tekintet voyeurisztikus jelenlegét hangsúlyozza, hogy a női test válik az elsődleges tárgyává, élvezeti forrásával. Amit a színpadon láthatunk, az egy női test ruhátlanítását, lemeztelenítését, tehát végsősorban megalázását láthatjuk a tekintet, tehát nem csak exotizálja a testet, hanem határozottan uralom alá akarja hajtani. Meglehetősen szimbolikus, hogy a nőről, aki valamiféle exotikus hercegnő lehet, éppen egy írásokkal tarkított kabátot rántanak le, ami ismét csak a test ideológiai megértségére hívja fel a figyelmet. A női test látványosságát hatásosan fejezi ki továbbá az a rész is, mikor a harmadik nagyobb egységben, félhomályban, fekete ruhában, gyémántesőben a kamera körbeúszik a test körül, minden oldalra megmutatva a látványát. A női test tehát, mint futurisztikus, exotikus másik jelenik meg, ami a Freak Show különleges testjével rokonítja. Monstruózítását az is mutatja, hogy a hátulról vagy félhátulról mutatott női test láthatóan implantátumokkal teli. A klip vége felé viszont megjelenik az aranyba öltözött Lady, aki már frizurájának meghosszabbított részével az alien figurára utal, és ezzel ugye valamennyire előre is vetítődik a klipnek a befejezése, ugye, mint esetleg akik ismerik a videoklipet, ugye, ugye a futurisztikus románc meglehetősen rossz véget ér, hiszen a sötét herceg végül felgyullad, oda a király, oda az igazság, de leginkább a tekintet, és mint az az ágyon fekvő nő mozdulataiból szikrázó, a nő mozdulataiból valami szikrázó melltartójából sejthetjük, talán nem is véletlenül. Köszönöm szépen a figyelmet! Jelenlévők, mint hallották, én elsősorban irodalommal foglalkozom, az opera az a szerelmi kategóriákba tartozik, és ez a Rocker és a Diva című előadás is tulajdonképpen olyan alcímet visel, hogy szubkulturális irányulások és túlélési stratégiák a kortárs operában. Az idézőjel a bizonytalanságot, terminológiai bizonytalanságot is jelzi, az alcím pedig arra is mint egy jelzés, hogy valóban nem fog lehetni mindenfajta túlélési stratégiát
most ismertetni. Tehát az opera műfajához eleve rengeteg sztereotípia kötődik, számomra itt különösen három lesz fontos. Az első az ilyen, ugye, hogy az egy arisztokratikus műfaj, konzervativizmus jellemzi, radikális elitizmus, sőt van, aki azt mondja egyenesen, hogy egy maradvány műfaj, és már ugye Boulez, aki az operaházakat is fel akarta robbantani, már ő meghirdette a műfaj végét, de mint tudjuk, ez az örökös válság lét, egy ilyen permanens halál, igazi operai halál, minden opera, tudjuk, hogy ha az operában halál van, az minimum egy fölvonás, sőt Gilda esetéből tudjuk, hogy a halál után is van ária, tehát tulajdonképpen itt nagyon sajátos önreflexió is működik. Tehát a túlélési stratégiákat fétisként kezeli tulajdonképpen nagyon érdekes módon ez a jelenség. Ugyanakkor van egy nagyon erőteljes szakadékeffektusnak neveztem el ezt, amely tulajdonképpen ugye a konzervativizmus egy ága az operáról való gondolkodásnak, a konzervatívabb vonulat, amely megpróbálja elkülöníteni, mint látni fogjuk, a kortárs jelenségeket a történeti jelenségektől, és az opera egy bizonyos aranykorát próbálja meg konzerválni és minden áron megőrizni. Tehát ugye, hogy hogyan lehet ezeket a túlélési stratégiákat, amelyek tulajdonképpen nem is túlélési stratégiák, csak retorikai lehetőségek, valamilyen módon bővíteni. Ugye a tematikus nyitás, mindenről van ma már opera. Az előbb látott John Merrickről is például Petit Girard írt egy az Elefántember című operát. Tematikus téren végtelenek a lehetőségek, a baseball operától kezdődően rendkívül színes a skála. Ugye a zenei nyitás, ez lesz számunkra az érdekes, amikor egyéb pop, rock, és hát úgy neveztem el, hogy közművészeti irányulások felé próbál meg az opera elhatolni. Ugye egyesek abban látják a túlélési stratégiát, hogy afféle univerzális színházán növelik, fokozzák az intermedialitást, amit csak lehet belevonnak, illetve egyesek úgy látják, hogy maradhat konzervatív, csak valamiféle új rendezői stratégiákkal kell valahogy modernizálni. Ugye itt vannak aztán néhány konzervatívabb elgondolás ezekkel a túlélési stratégiákkal szembeállítva. Ugye amikor mondjuk, ha megnézzük a Met-nek az opera programját, látjuk azt, hogy nagyon szilárd, klasszicizáló, alig kerül be kortárs darab, azok közül is csak nagyon elitisták, tehát a repertoár hagyományosan ez a konzervatív vonulat leszűkíti, illetve a hagyományt úgy fogja föl, hogy fedezzünk föl egy barokk operát, egy kevéssé ismert Leon Cavallót, egy kevéssé ismert nagyszerzőtől származó munkát, és ebben látja a műfaj folytathatóságát, vagy fönntarthatóságát ennek a struktúrának. Vagy technikai értelemben ugye minden előadásnak tökéletesebbet hoz létre, ami természetszerűleg a technikai fejlődéssel is összhangban van. És hát nagyon érdekes ugye, hogy ezek a konzervatív figurák úgy gondolják, hogy el is lehet akár a populáris regisztertől határolódni, sőt, ami még szokatlanabb, hogy elhatárolódnak a kortárs vonulattól is. Itt van két leírva ez a szó, hogy kortárs, egyszer idézőjel, mert azért, mert két jelenséget takar. Itt Fekete Gyula magyar zeneszerzőt idézem, Gramofon legutóbbi számában nyilatkozta ezt. Sajnos a közönség, ha meghallja a kifejezést, kortárzene futva menekül. Elszúrtuk. Valami furcsa idegenkedés tapad most a kortárs szóhoz, amit ezért nem szeretek használni. Tehát ugye látszik az, hogy kortárs és kortárs, tehát mondjuk egy Ötvös Péter típusú vona, és mondjuk egy Fekete Gyula típusú vona, aki mondjuk a John Coriano féle amerikai iskolát képviseli, ugye teljes egészében máshogy fogja fel ugyanazt a jelenséget, egymás ellen vagy egymást folyamatosan kikezdve állandó harcban próbálják meg. Ugye lehet, hogy ez is persze egy retorikai stratégia, amely életben tartja a két dolognak a működését. Itt Henszét is idézem, aki viszont egy kicsit máshogy fogja föl, azt mondja, hogy az a tény, hogy manapság még komponálnak operákat, önmagában még nem meggyőző bizonyíték a műfaj életképességének igazolására. Sőt, még az az egyáltalán nem érdektelen tény sem, hogy itt-ott az új mű bemutatása idején megtelnek az operaházak. Tehát akkor nem tudom, hogy mi a bizonyíték, hogyha ezek sem. Van ugye
itt a kortárs, az idézőjelbe tett kortárs stratégiák közül csak abszolút fölületesen néhány vonalat. Ugye most főleg az amerikai klasszikus zenei lemezpiacon lehet megfigyelni, hogy rengeteg középszerű zeneszerzőt reklámoznak azzal, milyen csodálatos, hogy ő már időben észrevette és elkerülte a Schönbergi csapdát, és azonnal ugye tudta, hogy a posztromantikus vonalat lesz számunkra érdekes, de ez a posztpucciniánus irány ugye egy ilyen aranykor vízión alapuló historizmust eredményez. Ez működik akkor, amikor, mint ott a második pontban látni, hogy ironikus, vagy többértelmű, úgy neveztem, hogy előjeles neoklasszicizmus, úgyhogy lehet negatívan, pozitívan, bármilyen módon John Coriano erre a jó példa. Ugye van, aki megváltoztatta a minimalista iskola, nyitott a populáris regiszter felé, teljesen új dolgokat hozott létre, és mondjuk a Philip Glass Satya Grahaját a Metropolitan is műsoron tartja. És nagyon gyakori a radikális, eklektikus megoldás, és ez lesz számunkra most az érdekes, amikor megpróbálják valamilyen módon ötvözni a népszerű zenei műfajokkal ezt a konzervatív műfajt. Tehát ugye itt számunkra ez a radikális popularizációs tendencia lesz érdekes. Itt van egy ilyen eset, ugye, hogy a műfaj szociokulturális bebörtönzése. Fölmerült az, hogy esetleg ugye azzal lehetne növelni a popularitását az operának, hogy ilyen szocióoperává tesszük, vagy népopera, kicsit operetesítjük. Ez Magyarországon is működött, ugye az ilyen csinompalkó és hasonló típusú operákra lehet gondolni, de van ennek egy nagyon emelkedett, nagyszerű változata, Luigi Nono operái, amelyek viszont messze zeneileg nem teljesítik be ezeket az elvárásokat, vagy itt a musical, rock opera, stb. Ugye hát a zenei szövetet is föl lehet lazítani, ez is nagyon régtől jelen van, itt a jazztől egészen szélsőséges irányokig el lehet menni, ez mindig hierarchikus, tehát természetszerűleg kezdetben inkább a jazz felé nyitnak, és mindig megengedő. És hát vannak ilyen középútkereső operák, ezt én neveztem el, és nem túl szerencsés. Ezek tulajdonképpen egy kicsit megpróbálják valamilyen módon ötvözni a populáris, akár szubkulturális elemeket az elitista, arisztokratikus vonatkozásokkal. Itt általában az a jellemző, hogy az operának, mint esszenciálisan elképzelt valaminek az ideáját, azt tulajdonképpen fölerősíti, és ez rendszerint egy sémarendszert alkot, egy ilyen konvenció minimumot, amelyet ők használnak. A kísérletezés pedig inkább a populáris térfélen kezd működni, tehát nagyon sokszor erőteljesen széthasadozik a zenei szövet. Nagyon gyakran ez ilyen zenei erődemonstráció, mikor egy nagyon jelentős, mondjuk popstár vagy rockstár úgy gondolja, hogy neki igenis helye van a klasszikus zene világában is, és vállalja ezt az idézőjelben, mondom is, sarkítva intellektuális kihívást, hiszen ezzel mintegy a tömegkultúra média mechanizmusaival szemben is tudja esetleg igazolni ezt az idézőjelben mondott fölényt. Tehát ugye eleve a koncepciónak egy elhibázott ága, hogy azonnal hierarchizál, nem egybemosni akar, hanem egy hierarchián belül próbál meg működni. És hát ebből általában ilyen összvér esztétika születik. Itt van egy konkrét példán, ugye ez a Welcome to the Voice című opera, amelynek az az érdekessége, hogy megpróbálja szintetizálni az art rock zenét és a klasszikus opera módszert. Ezt radikálisan polarizálja is, és tulajdonképpen a mű önazonossága is kérdésessé válik sok tekintetben. Két szereplő, két kardinális szereplője van, Dionysos és a Díva. Ugye a Dionysos egy vasbetonszerelő, görög
görög emigráns fia, ugye, aki imádja, az beleszeret a divába, ugye természetszerűleg ő a karrierje csúcsán álló istennő, és hát ahol az elütés van, a szingularitás elve, ugye utolérhetetlen, megszerezhetetlen, meghódíthatatlan, tehát valami olyasmi, mint mit tudom én a balasi versekben Júlia, tehát tulajdonképpen egy nagyon romantikus társadalmi szakadék jelenik meg, ugye tipikus 19. századi séma. És hát itt Sting énekli Dionysoszt, egy lemez fölvétele, ugye következetesen a megfelelő stílusban, ezzel szemben a díva is megkapja a maga emelkedett opera stílusát, ugye, és itt természetesen előjön aztán a Dionysoszi, Apollóni kettőség, és különféle mitológiai jelrendszerek, amelyeket többé-kevésbé működtetni tud ez a szöveg, ami egészen érdekes, ugye, hogy ez a hang fétissé válik, és szinte ilyen az érzékiség, a szexualitás szintjén jelenik meg, ugye csupán a hangjáért molesztálja a dívát, ugye a főhősünk, mikor kilép az operaházból, a díva pedig ezt egy operába illő jelenetként értelmezi, és úgy próbálja megoldani. Tehát itt tulajdonképpen az operai rítusok átveszik tulajdonképpen hát a referencialitásnak a vonatkozásai. Egyben mosódnak, és hát itt a hangáltali létezés kerül előtérbe, amit ilyen erőltetett szójátékkal a több osztatú éneknek neveztem, de alapvetően ugye az az érdekes, hogy ez a polarizált világ valamiféleként egyesül. Van egy harmadik szereplő, az opera szelleme, aki három nagy áriát kap, Bizet, Puccini és Bellini stílus jegyeire utal ez a szerző. Ugye ezek a sorsistennő képeit veszik, szerepeit, a múzsák szerepeit veszik át, ugye hát már majdnem szakít a nagy szerelmes párunk, Tókióba készül ugye a díva, de vihar támasztanak és a repülőgép nem tud felszállni. Tehát ebben a szituációban marad vagy zárul tulajdonképpen ez a darab. Hát valamiféleképp az egyesülés a hangban lezajlik, de végeredményben ezek a világok nem tudnak találkozni. Legfőjebb a teátralitásban, a rajongás tárgyában alapvetően ugye az operát is szétveti ez a típusú kettősség. És hát tulajdonképpen az opera rajongó unja az art rock részeket, a rock rajongó pedig sematikusnak találja az opera részeket, az egyesülés valahogy nem nagyon sikerül. Ugye itt csak tömören összefoglaltam azokat a vonásokat, amelyeket értelmezésileg itt még be lehet vonni, tehát állandóan. Ugye itt nagyon érdekes vonás az, hogy a díva szerepkör, a díva mint sztár, ugye, és hát a valóságban épp a rock énekes a sztár, a díva viszont teljesen ismeretlen szerepként működik, tehát a média reprezentációban ez érdekes lehet, de ezt most nem, erre most nem térünk ki. Időszűke miatt ezt nem kommentálom különösen, ez az a fölvétel, amelyről beszéltünk. Egy másik darab, a Prima Donna című opera, amelyben az lesz az érdekes, ugye, hogy itt is egy nagyon ismert a queer szubkultúrához tartozó zeneszerzővel állunk szemben, aki írt egy tulajdonképpen a 19. századba illő operát, de nagyon érdekes módon ugye a saját zenei világával átfedésben történt ez. Tehát alapvetően ugye az operát, mint a heroizmus világát, mint egy képzeli el. Nagyon érdekes, hogy előbb tehát megjelent már DVD-n az, hogy hogyan készül az opera, míg az opera bemutatója előtt, tehát tulajdonképpen a mű helyett nagyon hosszú ideig a műről való beszéd uralta a média
média reprezentációt, ami a zenei vonatkozásokat illeti. Azt mondtuk, hogy itt is gyakorlatilag a nagyszoprán ideája, áriacentrizmus, szerelmi gyötrődés, egy ilyen intrika operát kapunk. Ugye a zeneszerző hosszan beszél interjúban arról, hogy ő mennyire szereti Adams vagy Burbisl műveit, ennek ellenére Massenet, Verdi és Rimsky-Korszakov modorában képzeli el az operát, ő a bemutatóra pedig Giuseppe Verdinek öltözve ment. És hát a queer esztétikát is tudatosan beiktatta, ez hát ismert nyilván, ugye, hogy a zenetudománynak van egy ilyen ága, amelynek hát olyan eredményei is vannak, amelyeket a fővonal nem nagyon díjazott, és hát most ez a zeneszerző megcsinálta azt, hogy az elmélethez igazodva alkotta meg a szöveg zenei világát. Itt most a zenei elemzésektől megkímélem a hallgatóságot, de például a feminin és a maszkulin zárlatok esetében ugye működteti azokat az irányzatból fakadó kritériumokat, amelyeket tetten lehet érni. Francia nyelvű szövegkönyvet használ, mert abból a sémából indul ki, hogy az angol nyelv nem igazán alkalmas, ez persze tévedés is, sokszor megcáfolt vonatkozás. Ugye alapvetően itt a kritikai visszhangból néhány részlet, ugye hát talán egyet, hogy a primadonna jó esetben banális, rosszabb esetben unalmas alkotás, ugye, vagy mintha vissza akarná vonszolni az operát a 19. századba. Vagy a vonósok szárnyalnak, a fogak csikorognak, a hősnők az ágyra vetik magukat. Ez nem is opera, ez már opera. Nagy óval, ugye nem lehet irónia nélkül olvasni ezeket a sorokat. Maga a zeneszerzőit éppen Judy Garlandnak képzelve magát ad elő valamint. Tehát tulajdonképpen ez az opera is kicsit a nemek közti átjárás szerep lehetőségeivel játszik, tehát rendkívül érdekes ilyen szempontból, tehát hosszan lehetne még elemezni, de erre most nem térünk ki. A Metropolitan is be akartam mutatni, állítólag, legalábbis ez terjed róla, alapvetően ugye állítólag azért nem mutatták be, mert angol nyelvű darabot szerettek volna. Hát nehéz, ugye a Satya Graha, Philip Glass-tól nagyrészt szanszkrit nyelvű is azt bemutatták, tehát valószínűleg ez is inkább egy ilyen mediális fogás volt. Itt van egy másik, nagyon híres, a rock világából jött zeneszerző, tulajdonképpen ő is egy eléggé rosszul sikerült darabot hozott létre, azt írják róla, áltatlanul amatőr az operája, ugye $1 millió csalódás, ez háttérzene, nem opera, és hát valóban ugyanaz mondható el, ugye hát tulajdonképpen a Da Vinci kód előszele lehetne, ugye megelőzte tematikusan azt a blaszfémikus, kicsit a hatásvadászat jegyeit is magán hordozó világot ez a darab, hát nagyon hamar lekerült ez is a repertoárról. És hát van többfajta kísérlet, amikor még plusz a zenei ötvözet mellé egyéb műfajt is bekapcsolnak. Ugye ilyen például egy képregény alapján keletkezett opera. Ez például tulajdonképpen egy ilyen figurán alapszik, ugye aki kávéból nyeri az energiáját folyamatosan, és egy ilyen anti-Batman típus, itt is egy ilyen szerelmi intrika vonat bontakozik ki, ez is egy lehetőség. Ugye volt olyan lehetőség, olyan kitörési kísérlet is, ez egy hosszabb projekt volt ugye, hogy az operát úgy képzelni el, mint egy tévés szappanoperát, tehát hogy folyamatosan aktuális problémákkal foglalkozó vonatkozás. Ugye itt egy bankrablás történetét látjuk autentikus amerikai, angol nyelven előadva, és hát itt nagyon nagy szerepet játszanak a korszak modern zeneelméleti vonatkozásai. Ugye ezek a kísérletek azért is érdekesek, mert valahogy
az amerikai opera kultúrában van egy ilyen kisebbségi érzés az európaihoz viszonyítva, és folyamatosan keresik az igazi amerikai operát. Ugye itt több volt olyan, amely ezt a... Tehát a szerzők megcélozzák, ez olyan, mint a kisebbségi irodalmakban a nagy regény, ugye végre, amely az egész sors közösség léttapasztalatát megjeleníti. Tehát valami ilyen furcsa vágy van benne, és hát ez is többek között ez a szappanopera-szerű megközelítés ezt a vonulatot képviselte. Vagy Doherty-nek a Jackie O című operája, azért emeltem ki ezt, mert Warholnak a koráról szól, és hát tulajdonképpen zenei happening opera elemekkel valahogy így lehetne megfogalmazni. Itt ez egy sikeres darab az előzőekhez képest, mert itt tulajdonképpen kicsit ironikus, önironikus gesztusok révén az opera klisé rendszerét ugyanúgy ki tudja játszani, mint ahogy Warhol korának a mára már sokszor csak retorikai reprezentációban megnyilvánuló vonásait. Ugye szerepel benne Mária Callas is, ugye, és ebből kifolyul a klasszikus operák, mint ilyen intermediális utalások föltünedeznek benne. Tehát tulajdonképpen egy nagyon groteszk intellektuális élményé válik, mely egyre örvényszerűen tud elmélyülni. És igen. Igen, és most be fogom fejezni, tehát tulajdonképpen itt valahogy ez az ötvözet épp a révén sikerült, hogy deszakralizálta azokat a tendenciákat és technikákat, amelyeket az opera megjelenített, illetve nagyon kreatívan tudta felhasználni a kicskészletet, az álművészetnek a jegyeit, és hát itt tulajdonképpen egy kicsit összvéresítette. Tehát alapvetően összegezve, tényleg lezárólag, nagyon sokszor ezek a kísérletek nem lépik át a rajongói környezetnek a határait, ugye nem válnak repertoár darabbá. Az operáról szóló tematikai és zenei sztereotípiák átörökítésébe látszanak érdekelteknek lenni, és hát tulajdonképpen mindig az ismerőség, az otthonosság sztereotípiával számolnak, és épp ez tulajdonképpen a rendszer csapdája is. Sem a popularitást nem tudja igazán meghozni, sem tulajdonképpen valamiféle szakmai áttörést, vagy intellektuális áttörést, inkább egy adott popstar vagy rockstar ilyen hálózati terjeszkedésének a dokumentumai. Itt köszönöm meg a figyelmet. Köszönjük szépen, ez a három előadás ilyen nagyon érdekes ilyen átfedésekben állt egymással. Itt a multimedialitás egyiknél előtérbe került, illetőleg a Cseri Zoltánnál és az Ádámnál a Midcartnak a problémája valamilyen szinten, a Novicki Attila esetében pedig hát az ilyen Gesamtkunstwerk-szerű megoldások az avantgárdban és az ilyen fényhang, egyéb orgonák esetében, tehát amik pedig így a kortárs törekvések felé is hát
kapaszkodom. Hipster egy kortárs szubkultúra, amely erősen kötődik a fogyasztáshoz. Az ezredforduló környékén alakult ki az USA-ban. Európában most éli virágkorát, napjainkban kezd kibontakozni Magyarországon. Fő kérdésem az volt, hogy az online szintér, illetve maga az internet mennyiben segíti elő, vagy egyáltalán elősegíti-e az autentikus stílusjegyek megőrzését akkor, amikor az egyik szubkultúra eredeti országából elindul és kiterjed más országokra. Összehasonlítottam tehát amerikai és magyar online reprezentációkat, és így próbáltam megvizsgálni, hogy az online szintén elősegíti az autentikus stílusjegyek megőrzését. Mindenek előtt szeretném egy kicsit bemutatni a hipster fogalom történeti változásait, hiszen az elmúlt évtizedek során többször előkerült már maga a fogalom, és mindig egy picit mást jelentett. A 40-es években fekete szubkulturális figurát, jazz rajongót tekintettek a kutatók hipsternek, aztán a 60-as években a Norman Mailer által bemutatott fehér néger közösséget illették a hipster definícióval. 1999-től napjainkig pedig egy kortárs szubkulturális alak, a neo-bohém, a hipster. Ők azok a hipsterek tulajdonképpen egyáltalán nem kötődnek a megelőző korszakok hipstereihez, csupán annyiban, hogy ahogyan arról már délelőtt szó esett, átvesznek bizonyos stíluselemeket tőlük, de mindezt teljesen a tartalom nélküli utánzás módszerével, semmilyen ideológiát nem vesznek el tőlük, csupán a legdivatosabb elemeiket magukra öltik, akár össze-vissza is. A hipster szubkultúra az USA-ban a következő pont, amire rá szeretnék térni. Két korszakát különböztetik meg az amerikai kutatók az amerikai hipster kultúrának. Az első korszak 1999-től 2003-ig tartott. Ezt a korszakot mutatja be a Hipster Hunting című könyv, bocsánat, én nem tudok inkább, tehát ő lenne az. Nagyon-nagyon részletesen bemutatja a kultúrát, mert 2003 környékén úgy gondolták az amerikai kutatók, hogy ez a kultúra már hanyatlani látszik, ezért érdemes megírni egy ilyen összefoglaló könyvet róla. Több típusát különbözteti meg ez a könyv a hipstereknek. Ilyen például a magának való hipster, vagy az a hipster, aki nagyon gazdag családból származik, de rendelkezik egy bizonyos lelkiismeret furdalással is, amiatt, hogy ő ennyire magasabb státuszból jön, és próbál úgy csinálni, mintha nem is onnan jönne, de azért igen drága termékeket vásárol magának, illetve vannak azok a hipsterek, akiknek muszáj dolgozniuk, mert nem olyan családból érkeznek, mint az előbb említett közösség, de mégis szeretik megvásárolni ők is ezeket a nagyon drága dolgokat. A második korszak 2004-től kezdődik, azt már ugye említettem, hogy 2003-ban beszéltek egy bizonyos hanyatlásról, azonban 2004-ben a közösség teljesen átszerveződött és újjáalakult és virágzott tovább. Ettől a korszaktól már az online reprezentációk alapján nem lehet megkülönböztetni ilyen különböző csoportokat a szubkultúrán belül. Nagyon jellemző rájuk, ami már délelőtt is elhangzott, hogy mindent szeretnének elsőként megtapasztalni, autentikus dolgokat, és mindent elsőként fogyasztani, mindenhez elsőként hozzájutni, akár könyv, akár zene, akár ruha, bármiről legyen is szó. Hát módtőnk megtekinthető a te ezt nem ismered, tehát én külön vagyok nálad hozzáállás is, amint elkezdenek szélesebb körben is ismerté válni azok a dolgok, amelyeket ők elkezdtek fogyasztani, ők abba is hagyják az azokkal való foglalkozást, és keresnek maguknak valami újat. Rebel Consumernek is lehet őket nevezni. Meghatározott termékeket fogyasztanak általában, mind öltözködésben, mind ételek tekintetében is, akár vagy cigaretta, vagy sör, mindenre van valamilyen meghatározott termék, amiket ők szeretnek. Nagyon jellemző rájuk az irónia, mindent ironikusan viselnek, amiket átvesznek más közösségektől, azokat is teljesen ironikusan használják, illetve az önirónia is jellemzi őket. A gicset is nagyon-nagyon szeretik, imádnak turkálóban vásárolni, illetve például a nagyszüleik szekrényeit feltúrva választani maguknak ruhákat, amelyekre utána például felvesznek egy tervezői kabátot, hiszen megengedhetik maguknak, mert általában ők gazdagok. Külső jegyek tekintetében itt van egy ilyen evolúciós tábla, hogy 2000-2009-ig hogyan is változott a hipsterek megjelenése. Most csak így néhány stílusjegyet emelnék gyorsan, például a tetoválás, majdnem mindegyik alakon látható a tetoválás, imádják a hipsterek a tetoválásokat. Kockásink, tehát ez a kicsit ilyen favágó stílus, a 2006-os
figuránál ez is nagyon jellemző, elég a szűk farmer, majdnem mindegyik szűk farmer is. Ez a szűk farmer tényleg nagyon-nagyon-nagyon szűk, tehát így bokáig szűk, akkor is ezt veszik fel, hogyha mondjuk kicsit ducibba. Bár ez általában nem jellemző, általában vékonyak a hipsterek. Az arcszőrzet is nagyon jelentős kérdés, nem? Jellemző ez az ilyen kicsit pornós bajusz, ami a 2008-as fixi biciklin ülő figurán látható, illetve a 2006-os favágó stílusnál ez a nagy-nagy szakáll, ez is jellemző, egy magyar reprezentációs cikkben olvastam, hogy nagyon fontos, hogy a hipster férfiaknak lehetőség szerint legyen valamilyen arcszörzetek, ami vagy tökéletesen gondozott és ápolt bajusz, vagy pedig teljesen elbújjázott szakáll, teljesen mindegy, hogy melyik, csak nem maradjon fél megoldások szintjén. Mint ahogyan azt már említettem, sajátos termékeket és márkákat preferálnak a hipsterek, ezekből itt egy ilyen kis összeállítás, például a cigaretta, ez a Parliament cigaretta, amit leginkább szívnak, ezt lehet helyettesíteni esetleg Lucky Strike-kal vagy Camel-el, Magyarországon Dunhill-t is nagyon szívesen fogyasztják, illetve hát a Camel-t azok, akik nem engedhetik meg maguknak a Dunhill-t. Kedvenc sörük a Pabst Blue Ribbon, amit esetleg lehet helyettesíteni Miller-rel. A Converse cipőket nagyon szerették, de az most már túlságosan mainstream-é vált, ezért átértek az old school stílusú cipőkhöz. A vastag keretes szemüveg az, amit nagy előszeretettel hordanak. Ezt mindenki hordja, vagyis hát nagyon sokan, azok is, akiknek esetleg véletlenül nem rossz a szemük, ugyanis gyártják őket csak üveggel is, dioptria nélkül, illetve csak simán a keretet is meg lehet vásárolni. Az nagyon fontos, hogy mindig vásárolják ezeket a termékeket, tehát nem maguknak parkácsolják össze, vagy ilyesmi, hanem megveszik. Ja igen, a tetoválások, a csillagtetoválás az még nagyon-nagyon-nagyon jellemző. A tetoválásokon belül az még igen elterjedt. Technikai felszereléseket is nagyon kedvelik. A fixi bicikli, amit már említettem az evolúciós táblánál, ez egy nagyon vékony bicikli, kiszedik belőle általában a váltót, tehát ezek egysebességesek. Olyat is láttam, ami fék sem volt már. A polaroid fényképezőgépet is nagyon szeretik, illetve a bakelitlemezeket vásárolnak, hallgatnak, és már olyat is láttam, hogy a táskájukat készítették bakelitlemezből. Az iPhone-t is igen kedvelik, hát igen, ez megint mutatja, hogy ők azért felső középosztályból jönnek, mert megengedhetnek maguknak ilyen dolgokat. Az iPhone gyártott is nekik már programot, a Hipstamatic nevű fényképező programot. Így néz ki a program, hogyha elindítjuk, olyan képeket lehet vele csinálni, ami kicsit ilyen retro hangulatot idéz, kicsit sárgás képek, sőt ilyen polaroid-szerű keretet is ad az elkészített képeknek, ez is mutatja a polaroid fényképhez, meg a gondolásokat. Hipster művészet. A hipster filmekre jellemző az, hogy ilyen nagyon tragikus és szomorú témákat iróniával ábrázolnak, tehát az irónia teljesen megjelenik bennük. Wes Andersont szokták hipster rendezőnek titulálni, például a The Royal Tenenbaums című filmet nagyon hipster filmnek szokták tekinteni, hogyha valaki esetleg látta azt a filmet, akkor biztosan emlékszik arra jelenetre, amikor Gwyneth Paltrow visszaemlékezik arra, hogy gyerekkorában hogyan veszítette el a gyűrűsúlyát, ami egy nagyon tragikus esemény, de mégis a nézőből egy fájdalmas mosolyt vált ki ennek az ábrázolása, teljesen ironikus. A hipsterek, tehát hogyha ilyen zenei gyökereket keresünk, akkor a hipster handbook is azt mondja, hogy ilyen indie gyökerekből alakult ki a hipster szubkultúra, de előszeretettel hallgatják a beat nemzedék alkotóit is, illetve 2004 után alakultak hipsternek tekintető együttesek, mint például a Neon Indian vagy a Dirhamtől. Ezekre az együttesekre, illetve ezekre a zenei alkotásokra így nagyon-nagyon általánosan elmondható az, hogy eklektikusak, a klipjeik sok esetben retro hangulatot idéznek, vagy fekete-fehérek. És ami még a hipster művészet közé sorolnak, az a tetoválás. A hipsterek szeretik sok esetben saját maguknak megtervezni a saját tetoválásaikat, általában ezek is ironikusak. Például a tengerészek körében ugye nagyon elterjedt a tetoválás, és a hagyományos tengerész tetoválásokból készítenek mindenféle ironikus alakokat, amiket utána saját magukra tetováltatnak.
És most átérnék a hipster szubkultúrára Magyarországon. Az utcán sétálgatva mi leginkább olyanokkal találkozhatunk, mint a 2002-es fiú. Igen, a szűk farmer, a sapka, napszemüveg, cigaretta, nagyon sokat dohányoznak a hipsterek, és nagyon sokat kávéznak is. Hát a sál, bár a sálat most már ők is kezdik levenni, mert túlságosan mainstream-nél vált. Fixi bicikli is van már nálunk, a kockásing is jellemző, a vastag keretes szemüveg az teljesen. Hát igen, látható, hogy például a 2005-ös lánya a modoktól átvett mopeddel szeret közlekedni. Nálunk ez annyira nem jellemző, mert nem igazán engedhetik meg maguknak a szubkultúra tagjai, hogy vásároljanak maguknak mopedet. Az online reprezentációk vizsgálatára térnék át. A magyar online reprezentációk zöme definiálni próbálja magát a szubkultúrát. Leginkább képi reprezentációkat találtam, illetve különböző blog kommentárokat, blogbejegyzéseket, említéseket. Összesen 7 darab olyan szöveget találtam, amely leírni próbálja magát a közösséget. Úgyhogy először azt is gondoltam, hogy biztos nagyon rosszul kereshettem, mert nem létezik, hogy csak ennyi van. Ezért szakszerű segítséget kértem, és így találtunk még egyet, különböző speciális keresőket. Így összesen 8 leíró jellegű cikket olvashattam el. Ezek a cikkek is megemlítik, hogy nálunk még csak most kezd kialakulni ez a szubkultúra. Idézeteket másoltam, mert Magyarországon azonban csak én ámmal részleteiben és a szokásos tragikus késéssel ütötte fel a fejét, így különösebben nem is szégyeljük magunkat, hogy csak most kezdjük boncolgatni a témát. És igen, a magyar leíró reprezentációk is leginkább az amerikai online reprezentációkra támaszkodva próbálják meg megfogalmazni, hogy mi is ez a hipster kultúra, és ők is ezeket mondják el, hogy nagyon sok pénz kell hozzá, bizonyos termékeket kell fogyasztani, bizonyos termékeket kell megvásárolni, de el kell menni turkálóba is megkeresni a megfelelő dolgokat, és különböző gicses és ironikus tárgyakat kell beszerezni. Írják is, hogy ez nem könnyű dolog, kitartásra, szabadidőre és pénzre lesz szükséged, és még így sem biztos, hogy sikerül. Tehát hipsternek lenni nem könnyű. Szubkultúrális egyik összehasonlítása kapcsán elmondható, hogy az online shopok elvileg lehetővé tennék, hogy a magyar közönség is beszerezze magának az autentikus amerikai márkákat, kellékeket, azonban ez nem történik meg, mert sok esetben nincs rá pénzük. A technikai eszközök azonosak nálunk, mert hát fixi biciklit itthon is mindenki tud magának csinálni, iPhone kedvezményekkel meg lehet vásárolni, úgyhogy ezeket azért be tudják szerezni. Viszont az ironikus hipster ábrázolások nálunk is nagyon-nagyon népszerűek. Ebből hoztam is egy kis ízelítőt. Például Márti a visszajövőből. Tehát, hogy ő szerette Chuck Berryt, mielőtt nem lett híres, megmutató mainstream-nél vált, hát sajnos már abba kellett hagyni a szeretetét. Jellemző ezekre a reprezentációkra, hogy hipster szemüveget tesznek az alakokra, és mindig ugyan erre a sémára az összeset. Itt a kis hableány dúzzog. Ugyanis hát a hipstereknek van saját betűtípusa is, amit sajátjuknak tekintenek, ez a Helvetica, és szerintük az Arial betűtípus, ez a Helvetica-nak egy csillány utázata, úgyhogy ezt a kis hangnál is kikéri magának. Ilyen reprezentációk nálunk is. Összegzésképpen elmondható, hogy bár a hálózaton évek óta jelen vannak különböző hipster reprezentációk, hazánkban közel 10 évvel a stílus kialakulása után kezd kibontakozni a hipster kultúra. Az online szintér elvileg elősegíti az autentikus stílusjegyek megőrzését, azonban a magyar hipstereknek a magyar pénztárcához kell alkalmazkodni. És köszönöm a szépen figyelmet! Azért mondtam, hogy hiszünk, hogy ennyire sikeres volt, de tulajdonképpen valóban nyertünk egy kis időt. Hát itt a délelőtt első vitájánál felmerült fogalomnak egy sajátos betületét sikerült meglehetősen alaposan megismerni. Hát igen, látszik, hogy az ironia az ingyen van, tehát hogy ez volt olyan. Ez egy jó megjelenik, akkor a bajusz is be. Mindegy, ez valóban érdekes, hogy hogyan jutottunk át a magyar közegbe ezek a különböző újítások. Akkor megkérem ennek a szekciónak az előadóit, hogy fáradjanak ide ki, és kezdetét vehetni az eszmecsere.
És hogy azok a fajta hozzáállások, tehát hogy ezek az irónia és az önmagunk újságához való ilyen nagyon furcsa viszony, ezek mind a bohémiának ilyen jellegzetes elemei voltak, hogy ez esetleg felmerült-e. Igen, hát van is az elnevezésük, hogy neo-bohémok egy kicsit, de annyira nem lehet hasonlítani őket a megelőző bohém kultúrákhoz, mert ők azért közel sem élnek úgy, és tehát ilyen ideológiákat ők nem vallanak, nem tudnak magukénak, csupán átvesznek dolgokat, és az iróniának élnek, de azért meg van nagyon kis biztonságos hátterük mindehez, és akkor egy idő után fel is érdekelnek egy kicsit a társadalomban. Tehát akkor ők igazából ebbe a pózba vannak, de tulajdonképpen ahhoz túlságosan jól integráltak, hogy úgy tekintsünk rájuk, mint akik így a saját kis... Igen. Én ezt talán még itt, ahogy ez a hipster dolog fölmerült délelőtt, illetőleg most itt van egy kategória, amit gyakran megemlítek, ugye ez a gyorsulás, tehát hogy az cool, vagy az tud, az mutat a presztízs a szubkultúrába, aki először teszi föl azt az információt, vagy aki először szerzi meg azt az információt, először ismeri meg azt a zenét, és így tovább. De hogy ez nem csak egyik oldalról nézhető, tehát hogy tényleg ki az, aki valamiért, mert jól értesült, vagy tájékozott, vagy mit tudom én, meg tudja ismerni ezt a legújabb dolgot, amivel a presztízsét növelheti a szintére, hanem ez egy kicsit ilyen eszkalációszerű is, mert gyakorlatilag azért is nagyon gyorsan meg kell ezt ismerni, és napirendre kell tűzni, mert volna után már lehet, hogy gyakorlatilag túllép rajta az idő, tehát ez a gyors megismerés, és az, hogy ez most akkor már a birtokomban van, és akkor ezt megosztom a többiekkel, ezt, vagy magát az információt, vagy azt a hírt, hogy nekem ott megvan, és mert ezzel tudom növelni a presztízsemet, ez gyakorlatilag ilyen öncéllé válik, hogy tulajdonképpen ez a gyorsulásnak, ez a mozzanata sűrítődik bele adott esetben magába, a hírbe. Tehát ugye ezt tényleg sokszor lehet látni, hogy akkor hú, én megvettem ezt a lemezt, vagy mit tudom én már nem tudom ezt, hogy azt megvettem, és hogy az semmi, mert már én már nem tudom én micsodát is megszereztem. Tehát hogy az a gyakorlatilag már el is felejtődött az a dolog, hogyha sikerül a birtokba venni az arra következő információ. Gyakorlatilag mondjuk ez a stílusoknak a váltakozásának a gyorsulásához is hát így lényegében hozzájárul egyébként, ami pedig megint csak oda vezet, hogy ha gyorsul a stílusok cseréje, akkor még megint csak az jön, hogy az lesz a szerez presztízs, aki már az új stílus, vagy az új lemez, vagy az új hangzásról is tudomással bír. Van egy kérdés. Bocsánat, valami sem. Tehát akkor ez a hipster kultúra, ez a jól azonosítható stílus, hogy a szerső és stílus egyekről szól, vagy a rendszer terjelenekről szól, mert ez a kettő dolog valamennyire az egy kizárólag. Szerintem nem, és a hipsterek is egyszerre használják mind a kettőt. Tehát ők átveszik folyamatosan nem csak a korábbi szubkultúráknak a jellemző stílusjegyét, hanem az éppen aktuális más kortárs szubkultúráknak is a stílusjegyét is magukra veszik, és viselik őket, össze-vissza viselik őket, közben folyamatosan követik a legújabb trendeket, mondjuk zene terén, meg könyvek terén, és amint valamilyen akár szubkultúrális stílusjegy bekerül a mainstreambe, ők azt le is veszik és mennek egy másik stílusjegyre, és ugyanezt teszik a fogyasztás másik oldalában, tehát a zenével, a kultúrával kapcsolatban is ugyanezt teszik, és ezt a kettőt ők párhuzamosan. Akkor nem feszül már szét kicsit ez a fogalom? Hát, hol vannak ennek a határok? Ennek ők
sem szabnak határa. Tehát ja. Ők ez egyáltalán nem vesznek olyan komolyan semmit, úgyhogy ez őket teljesen nem veszélyezi. Én nekem végig egy ilyen roppant kínos és kínzó érzésem volt egyszerűen, közben hallgattam, az előadást, hogy végighallgattunk egy előadást arról, hogy milyenek a hipsterek, és én ismerek embereket, akiket akár be is rakhatnék ebbe a kategóriába, nem tudom, hogy ők annak tartják a magukat, és hogy nyilván minden ilyen szubkultúra leírás, de még egy ilyen nagyon gazda szerveződésű széna leírásánál is sztereotípiákban, meg általánosságokban gondolkozunk. Engem egy picit az érdekelne, hogy mennyire esik szét ez az ilyen a hipster, hogyha közel megyünk ezekhez az emberekhez, és elkezdünk velük beszélgetni. Tehát, hogy egyrészt ez belülről mennyire homogén, hogy mindenkinek fontos-e az iPhone, vagy vannak ilyen belső pikák és húzóckodások, hogy itt azért látunk több generációt ebbe bennülni és kinőni, és hogy azok között vannak egy különbségek, tehát hogyha egy picit tudnál egy ilyen árnyaló megközelítést adni, akkor ez megmondom. Igen, nyilván vannak között különbségek, például a két korszak között is, tehát 99-től 2003-ig, illetve a 2004-től napjainkig terjedő időszakban rengeteg különbség van. Akkor sokkal, az első korszakban sokkal szegmentáltabb volt maga a közösség is, és most már tekinthető viszonylag egységesebbnek. De nyilván vannak különbségek is, de a technikához való vonzódás például az ilyen iPhone-ben az a fixi dolog, az nagyjából majdnem mindenkinél megvan. Az öltözködési stílusok tekintetében vannak inkább változások, illetve a kulturális termékeknek a fogyasztásában vannak különbségek, hiszen ők egymással is versenyeznek, hogy ki tud hamarabb beszerezni valamit. És ők magukat általában nem tartják hipsternek, viszont jól esik nekik, hogyha egy külső személy azt mondja rájuk, hogy ő hipster. Melyik lehet neki? Ez tényleg egy nagyon bonyolult dolog különben, mert így leszük, akkor az apám is egy hipster. Eszték rá szerintem a tudás, hogy gondozatlan szőrzet és kockás favágó mindenhányó. És ő sem csinál egész nap semmit. Tehát, hogy ez a szokás is ilyen nagyon kibővült dolog. De talán itt egyébként az is fölmerülhet, mert szerintem talán az Eszter egy kicsit így valóban így a szubkultúra kutatás terminológiájának a hatása alatt fogalmazott, tehát mindig, hogy közösség, 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 de hogy talán hogy ez nem úgy közösség, mint mondjuk a punkok, vagy mint a heavy metal rajongók, vagy nem tudom, hanem itt már ez talán tényleg, tehát hogy valahogy ilyen marketing fogalmakból, meg ilyen kis apró, ilyen szinte ilyen minimális jelzésszerű ilyen divat elemekből így kikristályosodik valamiféle ilyen... És az egyébként szerintem egy tényleg létező és érdekes ilyen közeg, vagy nem tudom minek nevezzem, vagy itt egy ilyen áramlat, egy ilyen divat elemekből összeálló, ami lebegő valami, ami tényleg van, hogy meg lehet ragadni, meg hogy ez biztos, hogy van, csak hogy nem biztos, hogy ennek tényleg mondjuk van egy ilyen fajta csoport kulturális szerveződése, vagy hogyha van is, akkor nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy például ez az irónia, ami sokszor előjött, ez egy érdekes dolog, mert itt olyan dolgokat látunk, ami mondjuk ugye hanghordozásban is nagyon sokszor megfigyelhető, vagy ilyen millió ilyen dologban, de az emberek jelzik, hogy mondjuk én valamit képviselek, de azért mégsem annyira komolyan, vagy mondok valamit, de azért mégsem olyan komolyan, vagy pedig még van benne egy dupla csavar, hogy amikor valaki komolyan mond valamit, csak mivel tudja, hogy komolyan mondani a cikk is a dolgot, ez emiatt így jelzi ilyen dolgokkal, hogy ne vegyék már annyira őt egy ilyen kockafejű okoskodónak. Tehát hogy szerintem ebben nagyon sok ilyen dolog, nagyon sok dolog így összeolvadnak. Tehát másrészt meg ilyen generációs szempontból tényleg egy ilyen furcsa ötvözet, tehát hogy valamiféle ilyen,
neopiknikek, vagy tehát ez az 50-es évek ilyen kávéházi, jazz rajongó, nem tudom én milyen nemzedéke, keveredik valamiféle ilyen, nem tudom, nem a legjobb szó, hogy pillanatilag valamilyen nyupi elemekkel, vagy valami hasonló. Tehát nincs stílus keveredés, szerintem mindenképpen izgalmas, csak kérdés, hogy valóban van egy csoport háttere. Tehát annyira erős csoport identitás, mint tényleg a hagyományos szubkultúráknak nekik azért nincsen. Amennyire eddig észrevettem, de hát nyilván még beszélgettem a csomó Istenre, hogy eljöttem az online reprezentációk alapján. Nekem a nekik kell van a legnagyobb probléma. Tehát, hogy létezik egy ilyen önidentifikáció, vagy nem, de hogy igazából nem akarok bunyoros lenni, tehát amiről beszélünk, ez maga a divat mint folyamat, a divat mint egy A-tól B-be tartó, nem feltétlenül lineáris dolog, amire, hogyha azt mondjuk, hogy az hipster, akkor így lecövekeljük az időbe, miközben te is húztál ennek egy évet. Tehát, hogy akkor ez az a kicsit az, hogy nem annyira koherens. Az, hogy divat, én ezt így... Tehát, hogy a divat mint fashion design, a divat mint tartós fogyasztási cikvásárlás, a divat mint zenei trendnek, a divat mint bármi, ami a trend kommunikációhoz, trend generáláshoz, trend analízishez kapcsolódik. Tehát, persze, ilyen aspektumból is meg lehet közelíteni, de a hipsterek általában meglévő szubkultúrák elemeit aggatják magukra. Tehát nem új divatrendeket követnek, mint hogy most éppen mi a divatos és aktuális bárhol, hanem szubkultúrák elemeiből aggatják össze saját magukat. Én akkor az is elhangzott korábban, hogy itt volt az első előadások utáni vitán, hogy létezik másfajta tevékenysége is egy hipsternek. Ezt esetleg szeretném kapcsolni ezzel az előadással. Feszegettük már ezt a témát. A másfajta tevékenység az, hogy... Igen, tehát ez az, hogy innen letöltögetek, és volt már egy utalás, az első előadás. Az, hogy ő akadémia legelső mindenben, de ja, szerintem ugyanez nem, vagy én akkor rosszul értem. Csak akkor az már nem csak a... De az is egy divatra. De az is egyfajta divat, mert az lesz a csoportban a menő, aki minél előbb megszerzi az újdonságot. És? Nem feltétlenül függ össze azzal, hogy milyen szemüveget volt. Tehát, csak mindegy gondolat esetleg, tehát, hogy de ez lehet, hogy sok mindenképpen posztáció, de szerintem, hogy egy ilyen fogalmi kategóriát keresünk ennek a hipster kultúrának, akkor lehet, hogy egy ilyen járkatúrt, nem mondjuk ebben a posztkulturista kontextusba elhelyezni ezt az egészet, mert mindez a posztmodern, egy akár divatra, akár a fogyasztói kultúrát kapcsolom, amit felmerül, az ott is előkerül. Tehát most az elhelyhatóság kérdésétől kezdve, tényleg ezek a kikolás, tehát mindenkinek tőle is beszéltél, akkor nagyon sokan írnak például a posztkulturista kis kultúrt, úgyhogy lehet, hogy az lehet. Vagy egy értelmezési módja lehet az egész jelenségre. A másik inkább az egy kérdés lenne, hogy ha folytatod ezt a kutatást, hogy mi lenne a következő lépés? Tehát most mindenképpen egy ilyen média reprezentációt vizsgáltál, és nem tudom, hogy voltak itt ilyen parlamentarásokkal, hogy közelebb léptél-e ez a közösséghez, hogy személyes kapcsolataid vannak-e, vagy egyáltalán milyen irányba képzeled el a tulajdonképpen ezt a munkát? Személyes kapcsolatom még nincsenek velük, pedig szeretném továbbvinni ezt a kutatást. Eddig tényleg az online reprezentációkat vizsgáltam, illetve elmentem olyan helyekre, ahol láthattam olyan embereket, amilyeneket az online reprezentációk alapján már azonosítom hipsterek. Lehet ilyen kvázi terepmunkának nevezni ezt a dolgot, de interjúkat még nem készítettem, illetve kérdőjegyzésem, mert mindenképpen szeretnék elmenni ilyen kvalitatívabb irányba a kutatásokat. És hol lehet találkozni hipsterekkel? Tegyük fel a kezét! Például a tudásközpont előtt mindig szokott lenni egy fixi bicikli, és gondoltam is, hogy jó a kapcsolatban éppen kellene. A fixi bicikli azért van, mert ez a laboros bicikli kölcsönzők kölcsönzik. De aztán sajnosul kiderült, hogy egyre fontos hallgató, ezért nem szabban az, hogy szeretem ezeket. De egyébként ez most lehet, hogy így magatelül hangzik, de én
illetve nem mindig a Hungária úton látok hozzánk hasonló embereket, de így a zöld nem helyzetek Szerintem ugyanúgy, tehát hogy ne, ezt ne egy támadásnak vedd, de ugyanabban a problémával fogok itt megküzdeni holnap, úgyhogy majd mindenki nekem szegezheti a bököt. Tehát ugye én is el fogok elindulni rengeteg média reprezentációt, amin keresztül megpróbálunk egy közösségről mondani valamit. És hogy nyilván a papír lesz ennek az a formája, ahol eleget beszélünk a forrásokról is, meg arról is, amit mondanak, ami nekem most hiányzott, és biztos, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a média reprezentációt nézzük, akkor nézzük meg, hogy melyik egy külső más keresés, melyik egy megbélyegzés, melyik egy önironikus magunkról beszélünk, meg melyik az a regiszter, amikor úgy beszélünk magunkról, hogy igazából nem magunkról beszélünk. Tehát, hogy ezek nekem egy picit, tehát ez talán egy pontosítása az előző kérdésemnek, tehát amikor azt mondjuk, hogy a hipsterek ilyenek az online reprezentáció szerint, akkor azt szerintem árnyalná, hogyha látnánk, hogy ez egy humoros weblap, ahol általában az ifjúsági kultúra. Ez egy olyan izére, ahol egyébként hipster cuccokat árulnak is mellette a webshopban, és úgy tűnik, hogy ezt olyan emberek csinálják, akik ebbe benne vannak, és ez mintha ők mondanák magukról önironikusan. Tehát, hogy egy picit jobban lássuk meg, hogy mi az, ami egy külső sztereotipizálás, mi az, ami egy valamilyen ironikus, de önkép mégiscsak. Segítene nekem. Ezt mindenképpen. Igen, Péter. Előadásaihoz szólok hozzá. Azon hozzászlátom, hogy a kérdésem, hogy ezeknél az elemzéseknél mennyire kell tekintettel lenni arra, hogy a média archeológiához kötött esztétikai tapasztalatszerzés az átalakíthatja a fenomenológiai modelljeinket. Mire gondolok? Arra gondolok, amikor Attila arról bemutatta ezt a média-antológiai modellt, hogy nekem eszembe jutott, hogy én azért szeretem a zenét, mert hogy egy olyan világban élek, ahol az optikai médiumok játsszák a domináns szerepet. Tehát én például ki nem állhatom a videóművészetet, ennek az az oka, hogy én azt szeretem, hogyha a szemem az pihen, mert a szememmel dolgozok, és a szemem egyébként is túl van terhel. A zenét azt viszont általában csukott szemmel hallgatom, még koncerten is. Mert egy olyan fenomenológiában hiszek, ahol a hallás inkább tapintással alakul a fülön keresztül. Lehet, hogy azért egy ilyen Blessner-János olvasója vagyok a fenomenológiának. Tehát, hogy itt viszont az történt, hogy a 19. századi modellhez képest az optikai médiumok előre törtek. Egy olyan világ volt, amikor az optikai médiumok sokkal kevésbé voltak dominánsak. Tehát lehetséges, hogy a videóművészetnek a történetében be lehetne ezt a fenomenológiai koncepciót is kapcsolni a leírásába, és egy picit még arra, amiről Ádám beszél, akkor mondtam, hogy annyira az optikai médiumban nem látok össze megtört. Tehát, hogy ott szerintem még azt a kérdést érdemes lenne neked föltenned, hogy a 19. századi freak show az milyen média-archeológiai környezetben jelent meg. Mert amikor Lady Gaga-t nap a testét oda képzeljük, egy ilyen átplasztikázott, átalakított testet. A plasztika az most nem feltétlenül esztétikai sebészet, hanem mondjuk megoldotta a technika, a vizuális technika. Körbejárja a kamera, hogy az biztosan ugyanaz a tapasztalat-e, mint amit egy freak show látom a pódiumra küldetett fővér ember. Hát lehet, hogy abban az elemzés még ezt lenne érdemes bekapcsolni, hogy bár fölidézheti ezt a hagyományt, tehát az analógiák azok bebizonyosodtak az előadásokból, de hogy a különbségeket is meglássuk, mert ekkor járunk el mondjuk média történetileg mondjuk azt, hogy precedenten. Hogyha azt mondom, hogy egy más szenikai hagyományba épült be a 19. századi vásári mulatság, mint hogyha én megnézem mondjuk egy LCD monitoron a elképesztően intenzív, vizuális élményt jelentő Lady Gaga. És akkor ez azért mondtam, hogy ez az Orient is kapcsolódik, mert ugye az operának léteznek ilyen leírásai. Itt a Pfeiffer-féle opera leírásai. Az opera az egy bizonyos média-archeológiai korszakban tudott valahogyan működni, és azért lehet érdekes mondjuk a túlélésnél, hogy
azt mutatták, hogy az opera maga is érzi azt, hogy egy más megváltozott média arról, hogy közepén kell érvényesülnie. És ez például a test használata is kapcsolatban kerül. Tehát mondjuk, ha megnézem a Netrepkót, meg a férjét, meg hogy ők hogyan szoktak szerepelni, ja, nekem mondom, a szerepelni, akkor mit tudom, előtte van egy olyan Don Giovanni, ahol a Netrepkónak a férje volt a Leporello, és nem tudom, ki volt a Don Giovanni, és hát két ilyen görög isten volt a színpadon, nagyon gyakran félmeztele. Tehát, hogy az operában megjelent egy olyan esztétikai potenciál, vagy egy vonzerő, amikor ebben nem létezett, hogy vonzó emberek vannak a színpadon. Tehát, hogy nem csak a hangjuk át, és miért mondom ez, mert itt is egy ilyen média esztétikai dolog. Tehát, hogy a hang hogyan válik egy másfajta érzékelésen keresztül. Nem csak a hangját van, hanem például látom a testét, és a test és a hang. Az, hogy milyen testből jön ki a hang, azt tulajdonképpen már átértelmezi a hangot. Hiszen mindig ezt a kettőt soha nem választjuk el, hogy valakinek a hangját van, és milyen testet kapcsol össze. Tehát én azért mondtam, hogy ez mind a három autót meg tulajdonképpen így szólna. Ezek nem eldöntött kérdések, hanem inkább csak nekem azok a dilemmáim, amelyek így eszembe jutottak az előadások végén. Köszönöm szépen, hogy tanultam tőle. Akartok ti hozzászólni? Helyt adok ennek az esztétikai fenomenológiai tapasztalat mellett más is változik. Tehát a látásról alkotott elképzelés, a látásnak a fogalma, azt is lehetne mondani, hogy egy új látáselmélet alakult ki az elmúlt x évtizedben, tehát ez teljesen aláírható. Ugye ez a poststrukturalista média esztétikának pont ez az egyik programja, és akkor megint csak akkor kényszeredetten a Manovicsra lehet utalni mások mellett, aki ugye azt mondja, hogy hát ez a médiumhoz kötött elképzelése ahhoz, hogy értelmezzük, vagy olvassuk ezeket a fajta új jelenségeket ezüsteintől, vagy még korábban, ugye? Azt mondja, hogy hát ezek így kirojtosodtak, kiüresedtek, és egy más fogalmi kört próbál meg bevezetni ahhoz, hogy adott esetben, és ő ezt Giotto Eisenstein példát hozza, hogy hogyan lett különböző médiumokat, különböző korszakokban akár egymáshoz mérhető. Tenni. Tehát, hogy van egy ilyen vetülete is ennek. És nyilvánvaló, ez az esztétikai tapasztalat a te esetedben is az, hogy most nem, ugye ez egy szubjektív helyzet, hogy valaki a médiaművészetre hogyan tekint, de nyilvánvalóan ez nem mindig következetesen zenei kapcsolódást jelent adott esetben. De hát ennyi erővel a mozi vagy a könyv, ugye az is egy ilyen látást korlátó vagy terhelő ugye folyamat, még az ember ezeket ugye magáévá teszi el saját így. Tehát ezzel nehezen tudok mondjuk most mit kezdeni, hogy ugye lehet, hogy rossz élményeik voltak így a média művészet kapcsán, de nem, tehát nem akarom ebbe az irányba ilyen tréfa szinten sem elvinni. Hát ezt tudom így körülbelül válaszolni. Tehát igazad van ebben, tehát változik az a fajta fenomenológiai tapasztalat, esztétikai tapasztalat, ami ahogyan közelítünk, akár festészetben is meg lehet ezeket a korszakokat húzni, ugye ezzel nincs semmilyen. Nekem legalábbis problémám, tehát ez egy másik történet, amit itt az ember igyekezett, hogy én magam igyekeztem így felvázolni, felskipszolni. Sorrendben akkor. Jó, első körben ugye az nyilván az jutott, hiszem, hogy teljesen igazad. Szóval közben azért gondolkodt, hogy valami értelmeset is hozzászólják. Hogy, ez is jó volt. Köszönöm szépen. Szóval annyi biztos, hogy igen, tehát hogy ott vannak a freak show-k, amik eleve, tehát hogy már, ugye lehetett volna már csak arról beszélni, de hogy eleve nagyon szorosan összekapcsolódtak a különböző médiumokkal, tehát mit amikor hol ugye a sajtóorgánumokkal, aztán, tehát hogy szorosan összekapcsolódtak ezeket olyanképpen a technikai médiumok fejlődésével, ugye, hogy a sajtóorganok utána a fotográfiával kéz a kézben jár, aztán meg ugye a film, mert hogyha jól emlékszem, ezen gondolkodtam a közben, hogy azt hiszem 33-ban van egy olyan film, amikor ugye, mint a freak cirkuszról készítettek, és ugye kifejezetten olyan szereplőgárdával dolgoztak, akik ilyen cirkuszban dolgoztak. Úgyhogy tehát, hogy azért itt tényleg így szorosan összekapcsolódik, meg ugye, hogyha meg a diskurzióban nézzük a dolgokat, akkor meg abszolút, tehát az, hogy mit tudom én, ez egy vándorló dolog volt, és nyilván más-más terekben más olyan próbálták meg átadni. Tehát ugye mit tudom, más szlogeneket használtak, hogy mások próbálták meg reklámozni. De ugye ez mind hozzátett ugye a diskurzushoz.
Szóval ilyen szempontból minden. Vagy a, most ez a, vagy pedig ugye az, hogy, hogy azért mégiscsak a freak show féle ilyen populáris exotikumnak a megjelenése azért az egy idő után ugye párhuzamosan, vagy még akár azt is mondani, versenyzett ugye az orvosi tekintettel, tehát vagy a el tudtam, nem fog eszembe jutni. Tehát ugye a ilyen boncolások, meg ugye, tehát hogy egyáltalán a orvosi diskurzusnak a teatralitására. Tehát ugye, hogy mind a kettő megpróbált valamilyen módon meghatározni a másságot, és ugye ennek vannak is ilyen átfedései is. De, tehát ugye ezt akartam mondani, hogy arra vonatkozom, hogy a freak show az maga egy ilyen erősen médiumhoz köthető, vagy a médiumokhoz köthető jelenség. Azt meg abszolút egyetértek, hogy tulajdonképpen az, hogy mondjuk például Lady Gaga-t megértsük, akkor nyilván az egy ilyen, ugye az új médiát is be kell venni. Már eleve azt, egy szó, egy mondatot elmutáltam arra, hogy eleve azért ott is van egy olyan, hogy például a divat, meg a stílusnak a felhasználásával azért már ilyen, tehát ugye a Manson szerintem ugye visszanyúl, felhasználja ugye azt az ikonográfiáját, átülteti ebbe a környezetbe, viszont a Lady Gaga, mint a ruhákkal meg ilyenekkel azért így újítani, vagy ilyen modernizálni akarja. Tehát azért is teljesen következik az, hogy a összeértem felvetett javaslatot, hogy azzal együtt összevetném. Úgyhogy ezt meg én köszönöm, szóval. Én is köszönöm a hozzászólást, és mindig nagyon zavartan és zavarban van az ember, amikor operáról beszél főként, hiszen annyiféle képen dokumentálódik. Ugye van a közvetlen élmény maga, van a CD hordozó, amely jelentős mértékben leszűkíti a dolgokat. Mondjuk, ha nem ismerjük a nyelvet, akkor is hallathatunk egy operát CD-n, és mondjuk fogalmunk sincs, hogy mondjuk az egy műtőben játszódik operálás közben. Ha mondjuk ezt látjuk, nyilván egészen új dimenziókat kapunk. A DVD-vel meg körülbelül az a helyzet, mint a színházi előadással is egyáltalán. De ezek a tapasztalatok, hogy minél több érzékszervet vonjon be a szerzőhez, ez egy határozott törekvés, főként a mostani operában. Olyanok is vannak Battistellinél, hogy szagokat használ, vagy nem használ hagyományos hangszereket, hanem mondjuk bizonyos mesterségek zajait használja zeneként, de mondjuk kovácsolnak a színpadon, de élőben, tehát a füstben és mindennel együtt ezt meg lehet tapasztalni. Tehát ez egy kicsit ilyen barokkos az öt érzékszerv politikája, hogy lehetőség szerint minden a képalkotás is olyan a barokban, ugye, hogy a költő arra gondol, hogy minden egyes érzékelési momentum vegyen részt a befogadásban is, azok együttesen, mint egy ilyen védjék, vagy hozzák létre a lelki élményt, ilyen belsőben párkastélyként elképzelt élményt, amit ezek az érzékszervek őriznek, védenek. De itt tényleg ez a, ha Ötvös Péternek mondjuk az Angyalok Amerikában-nak a záróképét fölidézzük, akkor ott például angyalok jelennek meg, ilyen fotomodell alakú nők, férfiak fürdőruhában, vagy legalábbis megjelenőben hatalmas szárnyakkal, tehát fölidézik ugye az összes női divatlap parfüm reklámjainak, vagy egyéb más vonatkozásoknak a figurái. Közben zajlik egy ilyen post-Wagneri nagy jelenet, ugye, és mindezt mondjuk, mindettől meg vagyunk fosztva, ha csak CD-n kapjuk. Viszont gazdagodunk is azáltal, hogy a képzeletünk megteremtheti ugyanezt a világot, vagy ennél külön, vagy érzékébb, vagy bármilyen világot, hogyha a megfosztás által, a hiány által mi pótoljuk ki ezt a teret. De hát az opera egy borzasztóan összetett, iszonyatosan nehéz műfaj ilyen szempontból. Azt sem mondhatjuk, hogy csak a színpadra korlátozódik, hiszen filmoperák vannak, rádióoperák, tehát olyan jellegű mindenféle irányulása van, amely megint csak a befogadást rettenetesen összetett és bonyolultá teszi. Nem is csak a befogadást, hanem azt, hogy átörökíthető-e valamilyen módon az a komplex élmény, amit mondjuk
Hát tudjuk még azt is, hogy zenét hallgatni, az sem mindegy, hogy középet ülünk a teremben, vagy a sarkában, vagy az erkélyen. Tehát ez egy annyira összetett folyamat, hogy szabályosan félelmetes róla beszélni, szinte lehetetlen az érzékelés szempontjából ezt megfogni. Még kicsit erre a kérdésre, ugye, hogy mi ez az esztétikai tapasztalat, hogyan változik akár időben, tehát ugye ez valami ilyesmi volt a kérdés, tehát mindig szoktam így órákon így elmondani, hogy Dürer például megjegyzi, hogy gyakran találkozott olyan emberrel a 15. század, hogy egyáltalán nem látott képet. Tehát ugye ezt ma nagyon nehéz ezt elképzelni. Tehát, hogy valaki úgy leél egy életet, hogy nem látott egy képet. És ugye ez a képhasználat időben teljesen ugye intenzitását tekintve, hogyan terjed ki, azt nem kell most különösképp ecsetelni. És ugye, ami ebben a média archeológiai vonatkozásban számomra egy kicsit ugye izgalmas, az a reciklitás például. Tehát hogyan kerül elő egy Proximoszkóp egy Sony Bravia reklámban monitorokkal például. Ugye ez egy nagyon emblematikus ilyen visszaforgás ennek a valami fajta ilyen látás, modell, technika használatnak. De megint csak, hogyan változik a média fogalom használata adott esetben? Ugye a korai avantgárd, mondjuk így, gondoljunk csak a Benjaminra, majd mindjárt még rá visszatérek. Vagy hogyan változik ez meg az avantgárdban, egy ilyen mediális expanzió kapcsán, vagy ma ugye az új média kapcsán, megint egészen más szempontok szerint gondolkodunk erről a fogalomról. Benjaminra visszatérve, ugye ott például a másolat, és akkor ez megint egy ilyen esztétikai, fenomenológiai tapasztalat, ugye a benjamini másolat fogalom hogyan interpretálódik újra most mondjuk a biokibernetikus, ugye ez egy Mitchell tanulmányban, hogy hogyan válik meg ez a mechanikus másolat fogalom, hogyan változik át egy olyan paradigmává, vagy egy olyan fajta használatban, ahol a másolatok egy önálló egzisztenciával, önálló identitással rendelkező ugye sorozatok inkább, vagy verziók. Tehát, hogy igen, tehát lehet erről beszélni, sőt én ugye a Baudrillard az pont ez egy újfajta reprezentáció fogalmat hoz elő, és ezt gondoltam itt ebben az előadásban úgy röviden felvillantani. Tehát, hogy nem az a hagyományos reprezentáció fogalom, ami mondjuk jellemezte adott esetben ugye ezt a esszencialista, vagy egyéb ugye ilyen reprezentáció fogalmat. Most már csak nagyon rövid válaszra van idő, de nem akarom megvonni a szót. Márton, Szegedi Márton, jön közöttük. Állandó szöntjük, nagyon rövid valamit nem kérdezni, és abszolút nem szőrözésből, csak ahogy az előadást tartotta, úgy jutott eszembe. Két szerintem a témához erősen kapcsolódó videóklip. Az egyik a Nine Inch Nails-nek a Closer című ikonikusnak is mondható dalaihoz hozzá kapcsolódó videóklip. A másik pedig egy picit kúrensebb, azt hiszem tavaly előtti, a hát most hagyom itt meg sem mondom, hogy Hajnik Rammstein nem ez körvezető kislemez dala a Pussy. Nem tudom, hogy ismered ezeket az alkotásokat, de hogy most örökszik boldogat, gondolom. Igen, igen. Akkor egyszerűen költjük a kérdést. Szerinted azok által megjelenített képi világ és szimbolika az mennyiben rokonítható ezzel a postmodern freak show-val, amiről te beszéltél. Nyilván az utóbbi Rammstein az inkább a pornográfia, a pornószínháznak egy ilyen rekontextualizált változata lenne, persze a posztmodern ironikus fordulattal együtt, viszont a Closernek a képi nyelve mindenképp olyan szimbólumokra épít, amire például tehát ez van hatalmas bólikben, akár csak Manson, ott visszajönnek ezek a őket megelőző korstílusok, az egyik az, hogy nem akarnék most itt nagyon hazudni, tehát hogy oké, hogy az utalásokat értettem, viszont a képi világot most annyira nincs előttem, hogy erre határozott igennel válaszoljak. Ezzel mindig az a probléma, hogy azért ez így tehát hogy például a pornográfia, hogy ezek mindig valahogy a látás, illetve a látás ideológiájához kapcsolt, ugye ilyen exotikumnak a kérdése. Tehát, hogy azért, hogy én most hirtelen rávágjam, hogy na, akkor ez most ilyen freak,
Azt nem merném, mert most csak így visszafordítva, hogy a Manzonnál nálam például ugyanez volt a probléma, hogy ugye ott használ egy bizonyos fajta ikonográfiát, amiben beépíti ezt a, ugye, ugye a variáti világa, amiben párosítja, és hogy nem biztos, hogy azért az ott egy ilyen felhasználás, de attól még azt ott meg kellene nézni a másik oldalról. De hogy a pornográfiának mi áll, az egy ilyen párhuzamos diskurzus, rengeteg kapcsolódási ponttal, de inkább azt mondanám, hogy újra nézem ezeket, és utána... De mondom, nem szörözni akartam, kicsit holnap én tudok rá válaszolni. Márnak hagyjuk, de még egy rövidet gondoltam. Én a klasszikus mondást, hogy elsődő a fogadás is, meg lehet beszélni ezeket a problémákat is. Most mielőtt még szerte szaladnánk, ugye most ebben a pillanatban kéne, hogy kezdődjön a könyvbemutató. Tényleg most látom már, hogy megjött a kis Gábor Zoltán, hogy tényleg egy nagyon rövid szünet, tehát hogy neki 5 perc, és utána szerváljunk és visszajövünk, és köszönjük a társaságot. Rövid szerveztetést, Júcsa. Okay.